Taiga the Gaming Channel. Watch as the moonlight creeps into the room. You're in the headlights. I wanna feel the way you do. Remember the summer? We chased the morning light. We ran for hours. You were always on my mind. Try to make it out alive, but we let it slip. We'd find another way. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hát Fista bá megint beveti a horgát a mélybe, mondhatni. A verebek azt csiripelték, hogy a keszegek még mindig jól mennek, úgyhogy megpróbálom a keszegezéssel kezdeni, bár nem néztem meg az időjátékban, hogyha délután van, akkor éppen konkrétan ráfaragtam a dologra, de megpróbáljuk a prímezést, ha nem jönnek, akkor meg majd alternatívát is keresünk, illetve hogy szeretnétek, majd nyilvánvalóan lehet egy kicsit módosítani is a dolgon. Úgyhogy egy aktuál is vagyok, úgyhogy megpróbálom ezeket a keszegeket, amit a múltkor is már nagy hatékonysággal csábítottam partra egy picit még fogdosni. Aztán, hogyha ezt befejeztük, akkor esetleg valami mást is nekiállok még, hát ha valamit sikerül bekeríteni. Nem tudom, a többiek mit támadtak be, majd meg fogjuk őket kérdezni, közül bekapcsolom őket. Johnny, Para, nem is tudom, kik vannak itt, akik nincsenek lenémítva. Johnny itt van, Para, meg Snooper. Halihó. Halihó. Na jól van, nézzük akkor egy kis zenet, mondjad. Nem te. Az a ja? Peace, azt honnan vetted? Vagy azt hol kell venni? Azért, Grand Bates-en belül a additívoknál hozzávaló. Na nézzük Fista bá, hogy állunk. Utána üzenet is jött közbe. Andor, köszönöm, de nem voltam itt. Jó, Kristófnak jött a zenének, meg tudnád esetleg gondolni a címét, ami ment az elején? Hát meg tudom mondani, csak nem tudom, ezt megtaláljátok-e, mert ez nem olyan standard zene. De mindjárt megkeresem akkor. Azt mondja, hogy itt vannak a zenék. És ez a wet floor?
Ó, melyik is az? Lead Floor. Majd egy picit mindjárt megállítom ezt, belehallgatok, hogy melyik az, mert most hirtelen nem vágom. Vagy ez... Hol vagy? Nem, ez biztos nem. Ó, melyiknek a címe? Nem hiszem, hogy az. Hol lesz Sunflower? Nem, ez nem az. Akkor... nem, Higher Ground. Nem, lassú az. Runebates-be. Satina Dark, ez lesz, ez csak kicsit hangos, hogy visszaveszem gyorsan hangot, ha bírom. Ah, ez az. Grandbait. Grandbait, itt akkor vagyok. Egy pillanat. A második lesztetek, mert nem... Az flexi. Nem úgy, de lépjék és a második tati. Ja. Na, beírom egy chatre. Para. Elvégben ez az. Na jó, most akkor nézzünk. Reggel van, akkor gyorsan osonunk még hátra fogunk, hát már nem a legjobb időpont erre a feladatra. Mindegy, befészkeljük magunkat, nekünk grímezni, beszélgetünk, aztán majd előbb-utóbb a végére érünk. Közben majd aztán visszatekerem a csetet, de addig is itt van Matthew, hello, itt van Dávid. Hogy hívják azt a férfit, akit rólkodott? Azzal ne foglalkoztatok. Egy elmebeteg egyébként. Nem fiatal, tehát ez, azért csodálkozom rajta. Tehát az a helyzet ugye, hogy vannak olyanok, nem részem a csatornát, mert régebben, tehát igazából nincs az a tartalom. Tehát voltak ilyen játék gameplayek, ami tizen megtekintéssel rendelkeztek, de mi most is kb. A 400 feliratkozónál tart. Gyanítom, hogy én nem most mutattam vele össze, tehát valószínűleg de azért csinálja ezt már egy pár hónapja szerintem. És mivel nem tud letenni az asztalra semmit, ezért más Son élősködve próbál előrébb jutni a ranglétán, hogy mondjam így. De nem kell az énekkel foglalkozni. Csak azért tettem be a streamembe, a múltkor az előző streambe belül egy részt, hogy tudom, hogy le fogja törölni a streamjét, hogy ne, és hogy egyszerűbb legyen a YouTube-nál esetleg jelenteni, hogyha arról van szó, csak betettem így. Meg mindegy, egy ilyen hirtelen felindulásból beraktam, mert ezt elterveztem, hogy így rögzíteni tudom, hogy miről van szó. Mert a múltkor itt is egyébként felvettem, csak nem voltam biztos, hogy erre megint lehetőségem lesz. Na jó van, akkor. Gyerünk gyorsan, eltető anyagot rája. Itt vagy para. Mert visszakapcsolom ugye a zenét, csak belóm ezt. Aztam egy Atlantic Salmon, 5,8. Na, aztán lehetett kapaszkodni. Bár nem olyan óriási, mert 11-eset fogtam, tehát azért meg csak azt tudom, hogy a már az 5 kilós úgy húz, hogy... De gyerekek, ez meg kijött. Meg pláne azért a... Tónakhoz, megnézett engemet, és ugyanannyit lehúzott, mint amennyit előtt. És ráadásul az a helyzet, hogy te neked a gyenge botjaiddal, ez óriási bravúr. Mi? Mert én... Karpotta. 40 kilós karpot. Hát mit csináltál? Én azt hiszem villantózol. Ez valamit nem értek. Ja, sorry. Na, igen, villantózok. De na, hát egy normális. Ja, ezt nem tudtam. Az előbb még ott tartottunk, hogy valami gyenge izével próbálkozol. Nem, én vettem egy normális. Na, hát akkor... És 30 ez is tudott érte. Igen, meg rengeteg XP-t, az a legjobb az egészbe. Ja, ittam rá. De egyébként is rohadt sokat ad, tehát az nagyon jó farmon XP-t. Ugye belom a message, aztán megnézem a chatet. Para. Fokhagy mehet rá. Igen. Szerinted a Sunflower Seed-et mi a fasszal lehet helyettesíteni? Grand Peace. Igen. És az is jó? Nem, használd azt nevet, igen, azt használtam igazából. Gyorsan kell egy kis etetőanyagot. Az oké, okay, de én a kitörön néztem. Gyerektől ő Grand Peace-et csinálja, és újra belecsukta a Peace-t meg. Csak én bele a Garlic-ot néztem ki, benne fokhagyma, olaj, meg. Nem sajnos, Dávid, örülök, hogy menned kell, mert ráadtad egy rendes gyerek, hogy és tudod, hogy ilyenkor már... Igen, ennyi az idő. Jöge 10, ó, már nem túlórázó egy kicsit. Elért ilyenkor már azért régen alszik, mert 9-kor lefekvés. Na akkor, ilyen kell bele. De ez kösz, hogy itt voltál is, nagyon rendes vagy tényleg. Ilyen. És... Ilyen. Szervusz, Dávid! Amúgy az addiktív hozzáadáshoz tök, hogy milyen sorrendben van, nem? Hát, mindegy. Elvégben igen, csak mindegy. Mondjatok már egy jó hunt, ezért kinyílt az jó
Ez a Kiruna Hunter nullás. Ismeritek? Hol vagy és mi rakasz, vadász? Golkovon vagyok. Golkovon. Van egy ilyen nagy kék spooner. Ezt látod? Nagy kék? Nincs előttem az ezer. Volkov Lures Type 2. Szabi, azt már múltkor kinéztem az előző streamen, hogyha baj van, akkor gyorsan lökök neked egyet, de azt a szerencsére meg volt mentő a helyzet. Szerintem megint nem olvastam még az cseteleid, de mindjárt visszatekerem. Az a neve Veiko25G005. Jaj, nem köszöntem be a csetre. Ez egy spawner. Milyen? Veiko. De mi a Atomic Blast Expert Fishing? Kiruna. Kiruna? De Iko? Mikor kezdve már hozzászoktál? Hát igen. 25G005, ilyen kékes. Ha? az szokott menni. Meg rossz időpontba jöttem ide. Van ez a... ilyen műhal, a Kiruna Hunter 1001. Na, szervusz Katalin! Az is jó. Köszi. Nincs mit. De jó, jól eljöttem. Hogy mit nem vittél? Garlic dugott. Hát gyúrja. Hát de nincs nám semmi hozzá, baszki. Az már kellemetlen. Hát nem tudom, volt itt valaki keszegezni ma? Hiába mész a boltba, fokai nincsen. Aktum már most is itt vagyok keszegezni. És jön valami? Keszeg. Jó, oké, de úgy értem, hogy ami kiló fölötti mondjuk. Jött, igen, nekem is jött majd. Azt tudom, azt hallottam, itt voltam csak. 100 grammról lemaradt. De én még egy kiló fölött itt nem fogtam. Mereggel. Már délután van az a baj, de 9 után értem, hogy ide. Na mindegy, dobok be etetőanyagot. Azt addig legalább lesz ideje. Kifejteni hatását. Nem, mert én mondtam, meglátta, hogy ott volt tegnap a cseten, az is pontosan most. És már tegnap néztem vissza, hogy ő itt volt, és ő megfelelne arra, hogy gyorsan kidobálja az embereket, ha legközelebb szükség lesz rá, de most nem volt rá szükség. Ajajaj, sziasztok, időnként Lutz, várható, örülünk neki, akkor empty. Remélem, hogy sorozatban jönnek a Lutzok. Éresünk Lutz versenyt, aki több Lutzot kap, az kap egy szóbéli válveregetést. Igazából Snooper úgy kevert, hogy Grand Peace, Chopped Ben, Peace, Beat Floor, meg Star. Úgy kevered, no? Úgy keverem, csak ugye bár... Szerusz! Nagyon eres! A Sunflower Seed. De az nem kell, mondtam, az a helyet tett bele a Grand Peace-t, érted? Úgy csináltam most egy pár... Ez ilyen őrölt borsó. Ez
Szerinted a... Na, itt vannak az urak, úgyhogy készüljetek fel a legjobbakra. Úgyhogy Szabix már kapsz is. Itt vagyok, Tai. Tai. Jól van. Ki van itt? Mindenki is? Itt van nem is. Nyomjad a neveket, Tai. Hm? Mert trollok vannak? Nem, itt BP-nél. Én nem tudok semmiről. Plusz verseny ez a 222-dik, az igen. Tessék? Nem tudok semmiről, le voltam halkni. Nem, nem is kell tudni semmiről. Lényeg, hogy rá se kell hederíteni, most már van felvét, felvettem, van bizonyíték. Mostantól az a feladat, megjelennek, moderátorok tiltják, törlik. Ki tudjátok tiltani egyébként a csatornáról az embereket? Vagy csak időbüntetés. Azonnal mindegyiket tiltani. Kérdés nélkül. Egyébként meg nyugodjatok meg, én örülök neki, ha jönnek, mert a nézettséget borzasztóan emelik, a diszlájkokat meg törl a YouTube. Nézzétek meg az előző videókat. Mondom, elrejteni tudom a csatornán, csak... Az elég, az elrejtés, az ugyanaz. Mindenki, aki olyat ír, az elrejtés, az kész. Ezt akkor nem foglalkozok vele, és nevé kapjátok fel a vizet, ez a lényeg. Szervusz, Matthew! Szervusz, Ryan! Na, szóval ott jártunk, hogy szerinted a Matt 10-es sorog az túl kicsi? Mihez? Rímez. 6-os. Nem, tudom, nekem 14-es sorog. Ja, hát ha... Ja, nem, várj csak, nem is tudom, hogy van. Most ugye elgondolkodtam rajta. Lehet, hogy kicsi kisebb horgok vannak fenn. 6-os, 8-as, nem az a jó? 6-os van mindegyiken. Hát 6-os, 8-as kb. Jönnek a halak, yeah! Te meg feliratkoztál a húgyagyúra? Á, láttam a streambe. Csalódtam benned. 15 percenként jönnek Clemente, na hát az... Nem túl gyakori mondjuk. Mondjuk attól függ, ha nagyok, akkor nem baj. Érdemes válni. Annyi esélye van, hogy moderátor legyek? Hát... Mindenkinek van esélye, csak változom, hogy milyen mértékben. Nincs se semmi gond. Tehát az a helyzet most, ez a moderátor, ez most nekem nagyon nehéz kérdés, mert és ugye sem szeretek senkit megbántani, senkinek csalódást okozni, és ezzel sajnos muszáj. És így adsz mindenkinek. Hát ez a gond, hogy ja, adnék mindenkinek, csak nem adok, tehát ezzel meg nem tudom. Tehát ez nekem borzasztó fájú pont. Hát csak most azt nem értem, hogy van fel négy moderátorod, azt meg csak adtál négy moderátorod. Kinek? Ja, azért azt hittem, de csak most ne... Van moderátorod, de csak erre a streamre egyenlőre. Csak ha véletlenül jönnek, akkor ne snooperiknek kelljen már folyamatosan altabolgatni azért. Csak láttam, hogy ott vannak üzénél, mert közben nézem a streamet, ott vannak most BP-nél aztán. Aztán a reális esélye van, hogy aztán átnézek, bár remélem, hogy azért kicsit elvettem a kedvét azzal, hogy... Bár azt pont nem hallottam a kommentet, ami rögzítem YouTube miatt, de mindegy. Na ennyit léptem azért, hogy tényleg legyen róla egy kis felvételem, ha esetleg valakinek van jogi vita lenne egyébként belőle valamikor, de mostantól én sem foglalkozok vele, mint eddig, eddig sem foglalkozom. Hát is, hát ne foglalkozzatok velük. Mert azt is hallgattam egy-két a streamingben, hogy valakihez bementek, de már most nem mennek mellé, se szarja őket. Tehát csináljuk mi is ezt, és akkor nincs bele gond. Szervusz Iván! This was the last of my first time in my career I had. Én kedvencet támogatom. Miért támogatom? Akkor miért iratkoztál föl rá? Ja, igen, de hát egyébként ez rövid életű lesz, mert már 150 riportot kapott, mikor nálam volt, akkor ezt mondta. Meg egyébként is, ennek hamar vége van az ilyen dolgoknak. A videóján 11-12 like van, meg 150 dislike, tehát.
több ellenséget szerez, mint barátot. De hát a hülyéknek ugye is kell egy hely. Tehát mondtam már egyébként máskor is, hogy hogy tűnne ki egy normális ember a tömegből, hogyha mindenki normális lenne. Kell hülye is, hogy az ember mégis jól érezze magát, hogy igenis, hát tényleg ennél az én több vagyok. Szerencsére. Úgyse tartom magam túlzottan sokra, így legalább kicsit büszke lehetek magamra, hogy igenis, hát ennél azért, ennél már legalább én több vagyok. Google Translate. Oké. Okay. Hamar lelövik, de majd csinál újat, mint a több. Ja, értem én, de ennek vége van. Na jó, de ez most mire volt jó? Jó, nem érdekel, mert fölöm aztán azt sem tudom, amit akarok, csak pont meglepődtem. Tizenhét like, meg 124 dislike van egyébként most a videóján. Na, de ne is ezzel foglalkozzunk. Valamit akartam, csak elfelejtettem. Valamit, ahogy állítani akartam valamit, nem is tudom. Én meg akartam nézni, hogy melyiken milyen előke van. Barra, te mekkora előkéket használsz? 7,6. 7,6? Hát jó, mert nekem 6-osok vannak. Meg az egyikén azt hiszem 11-es, de nem vagyok benne biztos. Vagy 3-asokat raktam felre? Nem nézem most, mert tényleg érdekel. 6,4. Ah nem, 2 6,4 meg 11,6. Ah, jönnek a kicsik most. Nekem is, de majd éjszakára hátam. Nagyon elhiszed magadról, hogy te egy nagy troll vagy, a saját neveddel meg arcoddal IQ betyár. Rátapintottak a lényegre. Adjad már te, de még mindig azzal foglalkozom. Ne, csak jó szórakozok, hogy közben nézem. Ajaj, bocsánat, Iván! Ajaj, translate it! Valamit nagyon akart mondani, csak nem igazán értettem, hogy mi ez az, szerintem ő is, hogy beszél, szerintem angol normálisan. Jó, mindjárt megnézzük. Mit ír, Iván? Hol van? Fordítóval megnézem, mit óhajt. Azt Iván, a written here, Russian, a good friend. Ez volt az utolsó alkalom az első karrieremben, ez én is értettem, de most ez mit jelent? This was the last... Ez volt az utolsó az én... micsoda? This was the last of my first time. Ez volt az utolsó az én első idő... Milyen lesz, nem értem. Azért mondom, nem igazán vágom, mit akar ezzel mondani. Úrcsém, én nyomok olyan gombfunkciókat, nem is tudtam, hogy neked tud a gépet. Miket már? Miket? Szervusz, Csongor! Iván... Jánnyega várjó paruszki idi na zsin. Valaki fordítsa, aki ráír. A cseten. Nem tudom ki van. Itt van a múltkori szinkron tolmácsom. Nem mond. Mi baj van? Kurva anyádat. Ez szépen hangzott. De ne beszélünk annyira azért most már. Nem zomizunk. Leakadt a tetű, pedig akkor áthúzott rajta gyerekek, hogy megcserélődött a Bosch pizza meg markolata. Ajajajajaj. Már ezért nem pecázom. Szervusz, Claudia! Fordítja valaki egyébként? Bocsánat. Ki vagy te? Bocsánat, Ryan. Mondd meg, írd le, hogy melyik az igazi, akkor azt megnézem. Lehet, hogy jött a nagy kavalkádba véletlenül mellé
mellé klikkeltem, majd írd bele, mi a fő, akkor azt majd mindjárt megkeresem. H.M. Ryan, ő nincs kipondolva. H.M. Ryan? Mindjárt ránézek, bocsi. Próbálj már meg még egyszer bejelentkezni, mert én nem emlékszek rá, de mindjárt megnézem a listát, hogy ki az, aki ki van. Lehet, hogy most nagy banolásban valaki véletlenül kibanolt a moderátorok közül, de mindjárt megnézem a felhozatalt. Gyorsan jóvá tudom tenni. És kösz, hogy szóltál, és ilyenkor, hogyha valaki véletlenül kibanolásra kerül, az nyugodtan csináljon egy kis alkot, az írjon rám, vagy írjon rám Discordon, vagy bárhol. Csak közben kapás van. Ki az Ákos Mónus? Ki? Ákos, nem tudom. Na, itt van akkor. De meg hagyjad, még nem érdekes. Counter-Strike. Vigyázzak, én mindenre vigyázok, kérem szépen. Várjál, mindjárt megnézem, hogy mi az ábra. Igen, itt vannak, úgyhogy nyugodtan banoljatok mindenkit, aki itt van. Ja, közben várjál, megkeresek, ki voltál, bocsi, I'm Ryan. Közösségi beállítások. Azt mondja, hogy... Nem látlak. Biztos ki vagy, én nem hiszem. Nem látlak a listába. Ja, várj, hülye, rosszul listát nézek, bocsánat. Húha, van ám lista. Mondják, nézem, hát megtalálom. Hol van? Hát itt se találok, hallod. Ma már szétszedik a botot a keszegek közben. Itt van Ryan. Ki van, kibanoltad? Itt van már. Itt. Ja, de akkor valami félrejt is volt. Semmi baj. Szervusz, Csavargó! Ó, he. De nézd meg. Mi baj van? Sem. Én nem értem ezt, hogy mi öröm van ebben. Hát látod, vannak olyan. Figyelj, most miért? Annak idején abban mi öröm volt, hogy valaki, mit tudom én, kínoszta a másikat, vagy... Érted? Hát, tehát most vannak szadisták, meg mazoisták, akkor mi értelme van? Hát figyelj, mazoista az, aki... Mi? Az a baj, hogy az ilyen embereknek levették az anyáik a csontot a nyakából, érted? Hagyjátok már! Úgy már a kutya se játszik vele. Igen, örülök, hogy itt vannak. Remélem, hogy mindig jönnek, mindig megnézik a streamemet, és ezt nagyon köszönöm. Holnap, az ilyenek félnek holnap elmenni az iskolába, megverik őket. Figyelj, most nem, lehet, hogy sem, te most attól, hogy valaki ezt csinálja, még lehet normális élete, tehát most ez nem... figyelj, aki ilyet csinál, az nem normális. Hagyja már! De, mert ez az ilyen nem... Figyelj, lehet, hogy én találkoztam én, lehet, hogy stresszes élete van, olyan munkahelye van, ahol igazából... Ezek na, honnan, ez előítélet. Tehát elképzelhető honnan. Nem érdekel, hogy előítélet. Valaki ezzel vezeti le, valaki azzal vezeti le. Egy kicsit kirúg. Hát figyelj, hát most valaki szereti a focit, valaki nem. Valaki szereti a horgászatot, valaki nem. Valaki nem azzal éli ki magát, hogy más bosszant, valaki nem. Tehát most ez emberek különbség. Én arról beszélek, hogy egy vadidegen embernek ugrálnak, mint az ilyen kis... Jó, te megélteted a dolgot. Mit? Te meg élteted a dolgot. Nem kell foglalkozni. Hát hogy ne éltetnél? hogy ne érted? Figyeljünk oda a dislike-okra, kérem szépen, jó? De hogyan már, figyelj, nem érdekel a dislike. Sehova nem számít a dislike. Azt számít, hogy legalább 40 nézőt hozzál nekem, vagy esetleg remélem, hogy még többet. És az, hogy nem 500 van, hanem 800 megtekintés, az számít, mert az alapján ér valamit a videó, az alapján kapom a bevételt, mert ugye van rajta bevétel, minden egyes megtekintéssel dollár centeket hoztok nekem, már rejött kevés, de sok kicsi sokra megy. És ez a számít, a dislike-ot meg nem érdekel senkit. Vagy olyan érdekel, ne letiltanám, azt nem látnátok. Nyugodtak lehetek, hogy engem aztán ez... Tényleg komolyan, az előbb csak azért vettem föl, raktalak be a videómba, hogy legyen egy kis emlékem rólad, mert úgyis mindig letöröd a videót. Ennyi.
Úgyhogy tényleg szívesen látok mindenkit, gyertek nyugodtan. Csúnyát írtok, le lesztek nyilván tiltva, vagy le lesz legalább törölve, mert én sem beszélek csúnyán, tehát nálunk ez nem szokás. De amúgy tényleg szívesen látok titeket. Még a dislike-ot nyomtok is, mert mondom, nem zsenírozó dolog. Minden nézőnek örülök. Mert én egy ilyen vagyok. Viszont inkább az a baj, nem jönnek, pedig már estelelik, na. Nyomtam egy lájkot, hogy 24-24 legyen. Na, ne aggódj, mert hónapra eltűnik. Tehát YouTube letörli a dislike-okat. Nem, mindegy, majd. Meg figyelj, ma útkor is mondtam, nyomjon mindenki dislike-ot, legyen már egyszer olyan, hogy 100 dislike, meg 0 like, mert az mindenkit érdekel, hogy vajon miért, érted? Egy, általában nem nézik az emberek a like dislike arányt, kettő, ha véletlenül megnézik, akkor borzasztó kíváncsiak lesznek. Mi az első reakciótok? Miért van itt 37 dislike? Értitek? Tehát az egy érdeklődés felkeltés. Reklám mondhatni, a negatív reklám is reklám, és kíváncsiak, megnézik az egészet percről percre, hogy vajon mi lehetett az, ami miatt ennyi dislike-ot kapott, és az értelmes emberek esetleg itt maradnak, esetleg máskor is jönnek, úgyhogy ez a reklám mindenképpen ilyen szempontból is célra vezető, tehát én ennek örülök. De már jöttök, lúcot is küldjetek. Ja, küldjetek lúcot, tényleg, lúcnak is örülünk. De ne küldjetek drágát, mert akkor kitakarom. Nem baj, a lúc az lúc. Na persze, de tudok kitakarni, kibírom. Tehát csak itt van, fel vagyok készülve, küldjetek lúcot is, azzal is támogassátok a csatornát. Jött valami komolyabb jószág. 3 kilós. Jönnek a nagyok. Skacok. Fista bá, kenje magát ki, mert most már ünnepelünk. Végre nagy kanállal leszünk, az asszony meg majd mulat. Vagy egy nagy fütyiszt mutat, attól függően, hogy mit viszünk ma haza. És lesz-e vajon a lakoma. Vagy csak jön a szomszéd koma és röhög rajtunk. Na, még egy kilós. Jönnek itt most már nagyobbak is. Szabi? Az eltávolítással csak a beírt üzeneteit. Jaj, nem érdekes. Hagy rutinosodjon ő is, mert hát. Nem tud csetelni. De az eltávolítás... Igen, csetelni, csak néz. Nem, az eltávolításnál csak a felhasználó ideiglenes letiltása. Akkor adsz neki 300 másodperc. Na, most egy gyors talpalót is kaphatnak a moderátorok. Na, jó van, örömmel jelentem, hogy megunta a koma. És gyertek legközelebb is, szívesen látok mindenkit. De múltkor azért rögzítettem csak, hogy legyen egy kis emlékem tényleg, meg hogy ha esetleg valami YouTube kérdezősködne, hogy miért van jelentve ez a csatorna ennyi, meg annyi oldalról, akkor én is hozzá tudjam tenni a kis bizonyítékomat, hogy hát igen, ezért. De egyébként nem érdekel. Meg múltkor is el van mentve, mert még mielőtt letörölte, ugye az úrat gyorsan lementettem az én rám vonatkozó részt. Úgyhogy gondoljátok, feltöltem, az is megvan. És nyilvánvalóvá válik, hogy hova való az efféle műsor, de tényleg nyugodtan gyertek, mindenkit szívesen látok. Na, ez mit csinálsz a pecabot? Nem tudom. Ja, persze, Gábor, ez mindennapos, ma már máshogy, de örülök nekik tényleg, hát figyeljük, mennyire, már nem, ja, most nem bírom megnézni, csak a vége van, hogy mennyi lett a nézettség, na. De csak növeli. Azért dislike-ok miatt, mert ne aggódjatok, mert a múltkor is letörölt a YouTube, tehát nem aggódjatok. Fine film, beszélj másról. Jó, hát beszélhetünk másról. Na, akkor ezt szerintem kiveszem. És a keszeget a szágba teszem. Igen, a keszeget a szágba teszem. Itt van Gyurcsány úr, üdvözlöm Gyurcsány, na tessék! Na tessék, kezdődik a politikai vita. Orbán úr nincs itt féltenül, meg ki szokott még itt lenni? Vona úr itt van, Vona úr és Gyurcsány úr szállt parázs vitába az imént a cseten. Gyurcsány se csinál semmit 4 évig erre, meg most jön live-ot néz. Hát na, tessék, hát más lóga nincsen, na látjátok. De ez dicséretes. Soros. Yeah. Istenem. Elkezdjétek a politikát, mert az egész csetet letiltom, biztos lehetünk. Igen, lehet, hogy a kormány fektet a gamerekbe is. Halál komolyan mondom. Mi baj van? Na, ez egy politikamentes csatorna, nem DK-s, meg mit tudom milyen csatorna. De ez, na, Gord, oké, uraim, itt komoly moderálás lesz politika területén, mert ugyebár az sem ide tartozik, mint a nemi hova tartozás, például.
Mikor csapatja az RTS-t? Azt a... Komolyan mondom, még egyszer valaki politikával kapcsolatos fasságot beír. Nem nézhet, vagy nézheted tovább a ikrán, de nem kommunikálszol. Ez olyan, mint amikor Polla neki kezd. Hallottad már, amikor votozik? Itt van, csak le van némítva. Jani, hogy ne hallanál. Azt a... Itt van? Nem hallja, ha csak nem nézi a streamet. Na, le van némítva, ha csak nem nézi a streamet, de azt hiszem votozik, hogy mit csinál? Nem látom. Biztos, hogy votozik. Akkor közben káromkodik, azért van lenémítva. Hát figyelj, ez most az is, tehát az is, hogy most, hát ő meg így vezeti rá, hogy igenis ki káromkodja magából azt, ami szívén van, és kiadja a gőzt, nincs ezzel semmi baj. Azért mondom, ez az úri ember is, ő így élik, így fejezi ki magát, hát most... Jó, van, na. Ennyi. Peca van. Peca az mindig van. Elmennek a halakban. Hát az, hogy elmentek, majd mindjárt jönnek vissza. Ez nem kell. A Prima az nem fizet olyan jól, azt meg kell, hogy állapítsam. Nem a sima Bream, az Easterhez képest. Jó, a fizet az is. Hát... Egy-két az is te volt, csak hogyha az a súlyt nézett. Késik a kép a hangtól, Tari azt mondja. Na megint le, nem tudom mit csinálják, néha ezt csinálják a kamera. Az új. Á, igen, egy darabig jó. Lehet, hogy magához szél egy idő után. Múltkor is úgy volt, ha nem, akkor meg kell állítanom a streamet egy pár másodpercre a szújrintelen, hogy az OBS, szerintem az OBS a bűnös. Hát csak van egy ötletem még mindjárt. Senki. Hát én még pláne. Csak inkább viccből mondtam, mit mondod. Hogy arra gondolsz? Jaj, nem. Jó van ez. Nem érdekes. Csak pont szemetszút. Na, kicsit még késik veletek. Azt a takarmányosökör hozzá képest. Esni fog. Hát ez nem sokat segített. Bőgösszem már, nem ismered? Ja, ez sem. Szerintem tényleg este tovább. Amikor itt voltam, két napig zavolva. Nem tudom miért van. Ha így marad még egy pár percig, akkor pillanatban megállítom a streamet, annyira nem, hogy megszakadjon. Csak egy darabig pörögni fog egy olyan 10-15 másodperc. Nem kellett volna letörölni, van a Steamen egy olyan, hogy file ellenőrzés. Azt kellett volna csak végigfuttatni. Mhm, az sok esetben megjavítja a dolgot. Ja, tényleg, a kokárdád még kint van. Igen, szeretném kivenni, bocsánat. Köszi, hogy szóltatok. Úgy látszik, nem streameltem azóta. Milyen néven is futott ez jelz. Lehet, hogy meg kell rájtanom. Jó, figyelj! Én ezt az üzenetet törlöm, mert ezt a témát most anyagoljuk. Egy-két van Facebook csoportom. Legalábbis a Taika Live-nak. Nem, a te Facebookodra voltak kíváncsi. Ja? Nem vagyok jogot csúnya szóra, egyre se. Snooperre is rakszok, de ő már nevelhetetlen. Legalább ti legyen le... Ne...
Ne váljatok most már az Azusnak a... Ugyan elfegyelem. Turistájá, jó? Hát nem is azért mondom, tehát most... Téged így szeretünk, ez ennyi. Ennyi. Kinek nem tetszik, tudok adni átszámot, az jöjjön mondja meg. Jaj, Istenem. Nagy eső lesz. Nagy eső jön. Sönnyi. Oj, gyere, baby! Elmegyek holnap gyesre. 2 kilós. Claudia, tudod, mit főzzél? Paprikás fogunk kóbásszal, az jó lesz, mi? Kakas terepörkölt. Az finom. Az finom. No kedlivel. Egy ilyet megcsinálsz a párodnak ide, hogy holnap már el leszel jegyezve. Én biztos, hogy eljegyezném azt a csajt, aki egy ilyet főzze nekem estén. Körmös pacal tettem ma. Ragacsos pacal. Na jó, jó. Jó kis kenyérrel. De hát jó volt, nem szeretem. Ó, Isten, mikor ettem utoljára kenyeret? Jaj. Én? Én. Mikor ettél utoljára kenyeret tegnap? Én? Szerintem már van egy éve, taj. Hát lassan nekem is május óta. Fogtam egy rákot. Mi a rák? Na hát itt én is fogtam keszegező helyen rákot, vagy 4-et. Egy éve nem eszek kenyeret. Há, beléred a gebbét. Ja, hogy már el vagy jegyezve. Hát akkor neked bejött az élet. Akkor hát tudsz élni. Van vaskarikád, király. Nekem volna olyan ismerősöm, Claudia, megkapta az eljegyzési gyűrűt, csaj, levette az ujjáról, amikor nem volt otthon barátja, belül egy kis késsel megkaparta, hogy tényleg aranye. Hát mondom, hogy igazi hülye. Tehát, hogy nem aranyozott valami. Hát mondom, elmondom, mi van, ha aranyozott vett volna. Hát az nem igazi eljegyzés. Na, erre kíváncsi, hogy ebbe mit művel vagy meg. Lesz here, csak nem főzlek. Szóval herre nem lesz, Snooper. Hát ez úgy kellemetlen. Ott lesz, mondom, hogy lesz, csak nem főzve. Beverve, mi? Két bevert tojás. Szervusz, Sándor Kati. Csak úgy habzsolod. Heves, lóceső várható, megérkezett a MT-nek a lóca. A 223-dik. Meg Szabix is között, hogy hello, a görbjön a bot. Értem én, hogyha gőz mozdony, de akkor mi a faszom hajtja? Nekem nincs kedvem holnap menni dolgozni, baszul. Hanem menni. Én olyan jót pihentem is, hogy 3 hónap. Rossz visszaszokni, azt mondod? Na, tényleg szarom. Nem az, mert nem azt mondom, tudok sétálni, meg megyek a létrával, meg ilyenek, csak elfáradok a nap végére, éjjelzem a lábamat. Hát most az úriember rossz emberre kezdett ki szerintem. Nincsen már. Nincsen. Mikor szedték le? 2 hete? 1 hete? Micsodát? Gipszemet. Ja, gipszelet? Más dolgozik szóper szinte nap, mint nap. Hamarabb levették.
Jó, hagyj más babot kell főzni. Látod, Claudia már megmondta is Pál, hogy mit ördögdik a légy. Ryan, kenyér helyett mi más? Minden. Hát figyelj, én sem ezzel kenyeret. De megnyugtatlak, hogy más szénhidrátot sem nagyon. Magába... Hát figyelj, oldalast olyan vaszettű meg lehet tenni magába. Én a zsírt is megeszem magába akár, tehát annyira hihetetlenek tartottam, de úgy rá tud állni a szervezet, hogy ezt elmondani nem lehet. Sőt, oldalas magába, börtön, persze. Krumplival, nem maximum tejfőllel szoktam esetleg, vagy savanyúsággal. Hát ahogy kell, amúgy sav is kell lenni sokat. Én most például ráálltam már elég régóta, hogy okos börtön. János né, szereti hagymásba volt, köszöntelek az ínyenszek között. Akkor szerintem ön is tud néhány recepttel szolgálni Claudiának, hogy minél jobban főzön. Spenót! Az a jó! Spenót! Meg is mondom az asszonynak holnap, hogy főzön spenótot, mert... Most spárga! Múltkor kicsit mellé vásárolt, mert ezért vett sóskát, vett spenót helyett. Na, apával! Ez akkor derült ki, amikor megfőzte, aztán érdekes illata volt. Van, amikor tarhonyás húst, akkor azt lencsét főz helyett. Oldalas krumplival, egyébként krumplit se eszek. Nagyon kevesek. Faragó. Spenót lesz, az jó lesz. Jaj. Anyaszintű vagy, és milyen felszerelésed van, az a lényeg. Nincs. Ha sokat akarsz farmolni XP-t, akkor mennyi old bullra amúroz. Jaj, mellé nyúltam. Gyere szépen! 2 kiló feletti keszegecske. Nincs vágyérzet a kenyérben. Egyáltalán. Nincs, abszolút nem hiányzik. Leakadt! Na, ugyanígy jártam én is, egy ugyanekkora hatalmas kapásom volt. De meg kiemeltem. Nem baj, jön legközelebb. Valakit visszaalszik a stream egyébként. Johnny nézi a streamet, de közben meg velünk beszélgetem, hogy bírom a csavukát szeretni. Fajn, akkor nem hallja kétszer ugyanazt. Mert halljátok? Hogyne. Halljuk, de mi nem annyira veszettő, csak nem tudom, hogy te kétszer hallasz mindent, amit mondunk. Nem figyelek rá. Akkor minek nézed? Te látod, Johnny meg a bősz, te leszarni. Ne, magas íjbe tesz ránk. Nézd meg a csetet. Mit nézzük? Nem tudom, hogy ő volt, de... Hát arról leakadt a keszeg a parton. Én már úgy is nézek, hogy hátra kiloptam azt, erre semmi. Na, Snooper meg itt kifogta, amit én visszaengedtem szerintem. A kb. Akkorára tételeztem fel. 3 gól 80, az gól 80-ra pazarlás költeni, 60-as bőven elég, ugyanazt tudja. Várjál már, most azt mondja, hogy az van neki, 3 gól 80 sorsó, egy káprod, meg 3 fortuna fíje. Figyelj, Oldburg, öböl, krumplival, bármi is. Káposzta levéllel, médium 6-os horog, nyomjad, csapassad, veressed neki, amúrozd. Olyan szinten teli fogod magad amúrral, hogy borzalmas. Na, megjött. Halló, na kirőttél mindenkit? De megyek is aludni, mert reggel meló. Szia. Halló. Nektek jó játékot, sziasztok. Egyébként Katalin az egyébként nagyon sok helyen szokásos ám, tehát hogy dinnyem elé kenyeret enni. Igen. Azt nagyon sok helyen, teszik. Sokan. Meg üres kenyeret is. Ki nem? Kérdezték. Például én nem. De ismerek olyat, aki igen. Nekem nagyapám volt olyan Isten nyugasztalni. Mondta délután, hogy leül egy kicsit, falatoz. Na, az egy olyan jó kiló kenyér volt, meg egy szákolva. A papa, mikor délután leül, falatoz. Az... Viszontosan bírt enni a kenyeret az öreg. Kapás! Psszt! Akadjon le. Az lesz. Na ez kisebb, ez csak olyan kiló körül. Pacal, pörkölt nálunk a kaja. Ja, ha én is azt tettem a Jánosné. És hogy becézzelek, bocsánat, vagy hogy hívjalak? Becézzelek? Hogy hívjalak? Okos. Mondtam, hogy kiló.
1 kg 37 deka. Fista bá már úgy érzi a halaknak a súlyát, hogy rá se néz. Hát ez baranában valami, 30 dekás. Hát para egy cheater. Kihúztad azt a halat, amit mondtad, hogy kapás? Én mondtam. Akkor ki mondta? Honnan? Hát, mindenki is. Én mondtam, hogy pszt, kapás. Ja. Az előbb láttam. Okos az jó. Oké, okay, akkor okos. Az előbb láttam a nevemet pirosan. Hol? Ja, Claudia írta, hogy én nem megy dolgozni. Hát akinek jól megy, a munka. Figyeljetek már ezt a spoonert, hogy kell húzni folyamatosan, vagy ilyen szak? Tedd a orsolt olyan 20-asra, 21-esre. Igen? És folyamatosan tekerd, ez szépen. Jó, köszi. Mert ez olyan, hogy ami utoléri, az általában nagyobb, érted? Ha nagyon lassan tekered, akkor egy kicsi nem bőböd, hanem bőböd. Paranóra. Most beszéltünk a dingyéről is. Ezt beszoptad, mert nem ezt elég. Fina van. Kopás! Igen, az apró jön pedig éjszaka van. Hát már nem sokáig. Mennyibe adom a... Ja! Boilerevér! Balatoni hegy. Tiszacsegei harcsapatikás kelet. Nem balatoni hegyet. Az se balatoni. Csak ott teszed a partját. Max. Tisztacsegély halas napok. Jó éjszakát, okos! Most nem csinálom ki a csalit is, itt ezreket elhasználtam. Hát ezért nincs itt Brim, mert para kifogdossa lesz. Persze. De neked jönnek ilyen kis nyíkhaj Brimek? Hogyne. Volt 56 grammos, vagy mekkora. Csak én vagyok így megtisztelve, nem? Igen, igen. Minden tisztelet kijár neked. Gratulatsz. Anyas vagy? 30-osok. Gratulatom. Beírom már, hogy érjezzetek. Jé, persze, érjezze. Vissza azt hiszem, hogy mindenki tojik rá. És a 40-ig mindegy, ez szintén 3-at hoz. 40-nél meg ugyebár 4-et. Oké.
Nekem egy harcsázni itt szolgált hozzá. Én menni akartam aspozni itt az Aktubán Blinkkel, Csalival, de para kiábrándított, úgyhogy most én nagyon unálok, utálom para. Nem mondod, hogy már basszódjunk. Mint én is láttam van egyet ma. Na most sem ültél az orrom előtt. Jó, hogy nem az orrodba. Nekem is van egy-két. Az mert ritka halak, nagyon nagy halak csavargó, és több juttatást ad, mind az üsben, mint pedig XP-ben. Észrevettétek már, amikor tekeritek ki a brímet, úgy jön kifele, mintha az etetőkosár nyakán lenne tekeredve? Nem figyeltem. Fordul egyet. Ja, megtekintem. Akkor feljön a víz tetérjén, tekeredik egyet. Te a botokkal nem is etetsz, Tai? Csak a... Nem, elején etettem, de... Én úgy értékelem ezt a dolgot, hogy mivel több óráig jó az etetőanyag, ezért most bedobálok oda, de élőben is úgy lenne. De ugyanoda dobálsz, fölösleges, bedobsz valamelyikkor a mennyiségű etetőanyagot, akkor az ott el van egy darabig. Aztán akkor letelik az a 10 óra, akkor következő kört is bedobálom. De én nem hiszem, hogy minden egyes dobásnál kéne az a kosárba rakni. Bár lehet, hogy tévedek, de logikusan nem úgy kéne, hogy működjön, mert élőben sem úgy működik. Mert ugye bedobsz egy 20-30 gombócot egy ugyanazon területre, akkor ez egy akkora terítést csinál, ami igazából hosszú ideig jó. Ezért ilyen értelme van az etető hajónak is például. Vagy a csúzinak ugye, hogy bejutassanak többet is, és akkor is ugye úgy dobálgatják, és nem a kosárra jutatják be. Na, kaptam egy 10% skill pontot 40 negás keszegre. Most jön egy kis szünet majd, akkor nekiállok keverni Csalit, mert egy picikét le vagyok, szerintem gatyásodva ezen a területen. Küldje? Nem, kell valami minden hozzá. Csak craftolni kell, csak mindig jönnek alak. De mondjuk valami 200, tehát nem annyira írtam fogy el, csak... Ja, most csak mosolyogkezett vissza szerintem. Ez a legjobb, tényleg barátokkal együtt játszani, ezek az egész, ez ennyi értelme már biztos megvolt. Akárki, akármit is mond erről az egészről, ami itt folyik meg. Mi? Semmi, csak mondom, most jó, hogy veletek tudok játszani, pecáztunk meg másik játékok. Ez az egésznek az értelme. Az egész, akár az egész streamerésnek. Fogtam is egy rákot csak kicsit. Barák. Barák. Meg cseten is sok barát van.
Nem, 4 bottal pecázok, Alex, az egy etető bot. Tehát csalás történt a rendszerben, de észreveszed, azon nem sok kapás van, szóval igazából kapás ez rajta, egy orsó, damir, meg a végén egy ilyen rakéta etető kosár, mondjuk fogalmazzunk így. Hát mindjárt megmutatom, hogyha lesz annyi idő, mint a keszegektől. Egészségére, kedves uram! Na most el lesz annyi röm, figyelj! Inventory. Ez az etetőkor, tehát látod, hogy van arra egy ilyen rakét, amiben 10 adag etető anyag fér. És akkor bele, ha kivenném, akkor bele lehetne rakni a megfelelő mixet erre a célra. Na, Pál, te is lesz, nem sokat tudsz majd játszani? Ez remek lesz akkor, egyel többen leszünk megint. Na, Szabi kifogta az aranyhalat, mondhatni 4-szer, 4 darab trophy Wildbrimet fogott. Igen. Maga cheater. Mennyi a diffi para? Mennyi diffit lehet rakni ebbe a parkba, hogy tudod, hogy nem pont szembe dobod. Hát én azt visszadobálok. Inkább balra dobom a tisztástól. Meg igazából nem is vacakolok vele, ilyen 50-60% közt megsuhintom, azt csókolom, nem csiptetem be. Nem hiszem, hogy ez annyira számítana. Már csak azért sem, egyszer félig kihúztam egy botot, csak aztán kapás volt a másikra, azt leraktam, azt a félig kihúzott boton fogtam ki egy jó nagy halat. Számít annyi hőben, majd ne vigyék, hogy akkor mély csíkba dobálj vele, ami van a térképen. És az pont 25 méterre van? Mit tudom én. A pari szerintem csak dobálj be fel úgy érzésre. Hát mert nekem 25 méter van, te pari. Hát 25-re van nekem is állítva, de azért állítottam 25-re, mert akit néztem, hogy hol kezdve. Biztos annyira van, hát most haszom. Igazán is, mint Alex. Mire gyűjtöm az ezüstöt? Majd valamire. Az ezüst az mindig jól van. Tehát elkölteni nem kell, nem nagy tehetség. Gyűjteni nagy tehetség. Aztán azért majd gyűjtöm, azt majd egyszer, hogyha most erre nincs szükségem, ez a feladathoz más, hogy nyilván csalikat meg ilyesmiket veszek, de majd venni akarok valami komolyabb orsót, mint az Everest, mert van 2, és akkor már nem akarok egy harmadikat, hanem akkor megpróbálom lépni egyet, és akkor vagy 15 vagy 25 ezerbe kerül kb. A következő orsó, ami nagyobb. Hogy vagyunk? Meg vagyunk, köszönjük szépen a lucot, nem látom kitől, de mindjárt ránézek. Nem, most már bodorkát fogtam, ez nem a bőségjele. Még lehet a más is azért. Méghozzá Szabi küldte, hogy hogy vagyunk, köszönjük. Illetve MTGG Live Up Para. Ugye a GG Live Up Para. Kicsit fonetikusan leírva. Köszönöm szépen. Hol akkor az összes keszeget kifogtátok? Egyébként nincs, hogyha kérdezed. Ja nem, nem kérdezed, állítod. Ott nem lehet már keszegezni, legalábbis gazdaságosan nehéz. Ja, Vibrimeznek, igen. Vibrimet lehet csak, ő Brimet írt. Vagy csak keszeget írt. Tehát a Vibrimet, fehérkeszeket, ezt tudtok fogni. Az pörög most is, szerintem BP most is azt csinálja. BP egy hete csak azt csinálja.
Napi 12-3 órát. Nekem elsibbadnák az agyom. Kimegy ott okozni. Az van, nem bírom ki. Ezen a spoton mi megy még vajon? Semmi. Semmi? Csak ez? Semmi. Mondom, el akartam menni Askózni. Mennyire? De nem tudok. Hát hogy jön? Békát tudok adni. Nekem Bleak kéne. Azzal fogják a sok Askózni. Hajj tudod, mint Bleak. Azon van sok. Tényleg. Van vagy 200 zöglött halom. De azokat miért nem górod? Jaj, jöttek üzenetek, csak megfelejtkeztem, tessék. Miért nem górod ki? Hello, Zappe, hey. Nem, majd egyszer rászállom az időt, de most nem akarom azzal tölteni. Hát nem bírom belolvasni az üzenetet. Állandóan jönnek. Hol? Faragó Sándor, Tati, Taiga, akkor vegyél tagad a 10 000-et. Nekem azt mondták múltkor, hogy a... Ja. Tagad a 10 000... Csak pont nem látom, hogy az én... Az a technika, hogy tagad a 10 000 minden az elég. Kivéve, hogyha a trofit topod, vagy trofi harcsán fogsz el, ahol azt a tagar a 10 000 mennyi? 26 ezer? És 26 is. 15 ezeret mire kifarmolsz el? Háromszor? De elég kétszer, utána az a kettővel meg tudod farmolni ám. Vengát simán elmész tokozni és hallod ilyen. Nem is tudom. De én azt nem értem amúgy, már bocsánat, szabad ne feled, hogy vannak itt magas szintűek a chatben. De én egyiket se látnám, hogy tokozza. De most érted? Hát azzal nem lehet farmolni. Dehogy nem. Hát lehet, hogyha van felszerelés. Hát persze. De mondom, én nem szoktam ezeket látni itt a chaten, hogy tokozik valaki. Egyik szabott el. Srát, az 35 és az szokott. Hát sok olyat fognak, ami ilyen 10 kiló alatt, és a 10 kiló alatt ki se írja, csak mi más. Mennyivel dobálunk? Hát 25 méter a hivatalos álláspont, de én nem sokat vacakolok, vagy én bedobom 50-60-nal, hogy sikerül, kész. Ahogy 70-nel. Nem nagyon szoktam különösebben vacakolni, mert nem hiszem, hogy számít az, hogy 10 centivel elé vagy arrébb megy. De nekem nincs beklipelve, de 25 méter hivatalosan, azt hiszem. BP macin van. Mire vadászik a fiú most? Macin van. Honnan tudod? Írt a Szabix. Megmondtátok, hogy ezért... Hogy lehet, hogy tőle nincsen Vibeam? Hát most ne haragudj, arra 23 halat fogtam, hát. Ez lófasz. Mennyi idő alatt? Mi? Mennyi idő alatt? Mikor kezdted a live-ot? Másfél óra, bazd meg. Na, egy óra elkezdtem. Na, egy óra alatt. 23 tetves rühes hal, bazd meg. Ez jó gyenge.
itt nem lehet. Én fogtam csak 44-et. Jó, csak 44. Kipróbáltam ma azt, hogy eltettem az összeset, érted, ami jött? 100 hallal oda mentem, az 124 ezüstöt adtak érted. Na jó, van mondom. Okay, nézzel Alex. Kerik a szák, hagyta én Fistabának jó kedve legyen le, asszonynak. Itt azért itt a fő hangulat felelős azért az asszony, tehát hogyha ő elégedette, akkor Fistabának is nyugodt napja van, de hogyha bármi szálka is szúri a szemét, akkor nagyon házsátos tud lenni, és akkor szorul az öregnek is, úgyhogy vigyázni kell nagyon erre. Ezeket a műkapásokat, he? Ja. Kicsi a tét, a kedvem sötét. Aztán... Sa! És szereti hagymás robot. Köszönöm tényleg. Mindjárt egyszer között még ezt úgy se érted a másik felét szerintem. Zdravszvój, privét! Na, szinkron tolmásot keresek a chatre. Ha véletlenül írna. Minden? Hát, hogy mert egy orosz feliratkozott, hogyha véletlenül írna, akkor. Én nézem, felőlem behozom Google Translate-et. Stepása, aha. Köszi, nem tudom hirtelen kibetűzni. De remélem, hogy nagyjából jól. Na most ez megy, ez is megy. Melyiket választ? Ó, de kit választanál? Rémkeszeg, minden mehet. Tele a szák mindjárt! Majd ennek mit tele a szákja? Hát összeszarom magam az. Jó, de én elrak, fél kiló fölöttieket elrakom. Mert le fogom darálni. Jó, hát messze van, az még 67 van. Most húzod a izét? Zoldi, közben a Lutz! Ja, most jön a GG Lutz! Itt lesz a délután, kezdődhet a csalit keverés, meg beküldöm a következő anyag etető, adag etető anyagot, ám még nem, de majd rövidesen. Megunta, uram. Nem, csak reggel. Kellett. Hát akkor az idő jár rá a körmére. Tisztelt uramnak. A Fistabá, milyen fes. Az övcsatra különösen büszke, a házas regélyfordulóra kapta az asszonytól. Az első olyan ajándék, aminek értelme is van a sok zokni meg sár után. Ezt büszkén viselheti és mutogathatja a horgásztársaknak.
Na, az a 2 gram híja, hogy kikerüljön a chatre. Na, Indigo, nem Indigo, bocsánat, rosszul olvastam. Aigo. Úrrak. A félre támadt egy fogashallal. Gyorsan kraftolunk galacsinyt. Bevásároltam a múltkor, nem bíztam a szélre, 34 adag fokhagymát vettem. Hát a olaj meg az életben nem fog elfogyni. Van még 19x10, a 190 meg 2, 192 üveg olajam van. Kicsit benéztem, mert azt hittem, hogy egy üveggel veszek, aztán 10-zel vettem. Épp a 10-szeresét sikerült be tenni a kosárba. De azt láttátok, hogy sötét bőrű koma beöltözött egy szupermarket munkásának, azt meglépett egy raklapsörre. Megérdemelte azon. Hát hallod. Képes volt beöltözni, szerezni ruhát, és megfogni egy békát, és kigurítani egy raklap sört. Na jó, Petát, sziasztok! Hello! Köszönj, Johnny, szia! Ja. Minden nap egy kanál méz, az tökéletes. De vigyázz, hogy honnan szered a mézet, mert a méz is van hamisítva. Mint a bor például. Tehát bor is egészséges addig, amíg nem úgy készül, mint a Szentírásban közölt mód, mert éppen szemtanúja voltam az ilyennek. Kiderült, hogy a Jézus által végrehajtott vizet borrá változtatás manapság már teljesen természetes cselekmény. Voltam egy ilyen, hát nem tudjuk, mértek ki bort, és beszélgettem ott a pultossal, aki mondta, hogy múltkor úgy járt, hogy ilyen helyre kis, ilyen kb. 10 literes kis, vagy nem volt, inkább 5 literes, ilyen 5 literes kis fahordóban van bor, ahogy úgy szállítják neki be. És egyszer meglepetésére víz folyt a csapravelt hordóból. Aztán ezt ugye bejelentette a szállítónak, az meg kiküldött egy komát, aki mutatta, hogy hol van, mutatta, hogy ott van, mennyiszer tényleg víz, elővett markába egy néhány tablettát, 10 körül beleszólt, belerakta, dugó, belemondta, holnap lehet felszolgálni. Egy kicsit még finomítani kell, mert ugye Jézus esetében ez azonnal történt, tehát ezzel még a technológiát még kicsit finomítani kell, de már most azért nagy vonalakban kirajzolódott ez a megoldás. Megint bódorka jön. Van ezeknek is elkerés. Házi méz, ez biztos jó. De lehet, hogy muszáj ezt megállítanom a streamet egy pillanatra. A kamera nem igazán jött rendbe. Ja. Úgyhogy meg is ejtem egy pillanatra. Mindjárt jövök. Nem kezdett új videót. Bár elképzelt, hogy igen, de mindjárt ránézek. Hol van ez? Na, jó jött-e. Ennyi, elnyomtam, de mindjárt visszamegyek a megfelelő képernyőre, aztán kiviszem ezt a pár türelmetlen halat. Na, itt vagyok közül, most már látom megint a csetet. Nem szakadt meg, úgyhogy elég gyors voltam. Na, akkor viszont most már remélem, hogy jó, most már jó mozog, úgyhogy lehet kifogni a érdeklődő halakat. Már nem nagyok, úgy látom.
Pál, 29 halat fogtál? Kannásból olcsó, na az igen, az olcsó. Akár az ember élet. Az ideje bedobni a zetető botot. Fista már megint éhes. Éhezik szerencsétlen, de még adhattam volna neki valami mindivalót is. Nem vagy elő, harapnivalót kap egy szelet cipót. Oldburga melyik részén érdemes boilizni? Öböl. Alapjában véve aztán vigyázni, hogy ne menjen ki a hal, és akkor idővel bármekkora kivír szogni. Az lesz volj, Pulnyi. Vászja. Kulnyi, ha jól olvasom, zrászbúj! Tanulom ki egy kicsit a Siri betű olvasást, úgy érzem, ha ezzel a játékkal akarok tartósan pecázni. Úgy érzem, egy kicsit akadozik még a Cyril betűk egymás után olvasása. Hát igen, az itt az kicsit már egyszerűbb sok ember, én azt szoktam inni, de abban azért van valami, hogy sok ember számára egy kicsit nehezen megy az emésztése. Most olyan aprója, remélem, hogy ezt én most már majd a alkunyára beállt, akkor kicsit keményebben előadják. Aztán nem sokára szerintem rá kell állnom majd a úszózásra is. BP tényleg ad, mert pontyozik. Úgyhogy valószínűleg megunta. Keszegeket. Versenyom van. Ja? Ilyen házi vagy? Nem, szerintem ilyen nézést az F4. Sponsor streames. Szervusz Edward! Bocsánat, nem vettem neki észre. Neked a házi te ízével van bajod? Hát... De vagy hozzászokott már az átlag ember a bolti tejnek a műanyag ízéhez, aztán nehéz visszaszokni sok esetben. Tehát ez olyan, amikor az ember megszokik egy ízt, egy ízvilágot, aztán nehéz átérni még tudatosan is akár egy másikra, mert csak azt szokta meg. Meg szerintem van benne az egy kis mesterséges tudomány is, hogy olyanra készítik, ami be van valami olyan ízletesség, amit aztán az ember hiányolni fog.
Ó, hogy mondjuk rosszul. Ja, nyepelnyem, álljú. Vászja. Google Translator is very, very bad. Szaporodik a hal, de hát leginkább a apraja nem jött igazán jó még. Elfőtt a fokhajmám. Jól tűnik. Már értem, hogy fokhajm a aromáma. Hungary. Da. Hi people, hi! Elfőtt a lisztem is közben. Hát, agyon nem kelteti anyagozni szerintem, nem tudom, igazából én használom, mert van, de azért kételkedéssel fogadom annak a hatékonyságát, hogy van-e értelme vagy nem. És elmentek, vagy nem jönnek, vagy mi van? Jövőgetek.
Én nem prémezek. Én együtté mondom. Együtté? Éjszakát még kivárom azt a reggelet, hogy nekiállok én is valami másnak. És hova mentél? Macira. Macira. Medve nem játékszer. Új, itt hány méter is kell dobni? 20? 22? Nem tudom. Nem szoktam ilyenre kell variálni. A lóc, köszönöm a lócot. Azt hiszem, ezt olvasom, de mindjárt ránézek. Kapás! Nem olvasom, nem tudom, hogy kapás. Viszont az atlan szerelem, hát nagyon rosszul fordít ez a fordító. Anyapánya már jó. Google Translator. Russian to English. Kérem szépen. Hát nem nő, ez csak meg volt a kapás. Ma már nem, mert mindjárt éjfél. De holnap mindenképpen egyébként. Válde. Az, hogy most ezután, az nem túl esélyes. Úgy érzem, hogy pihennem kell, mert tegnap is 2,5 órát aludtam, tegnap előtt meg 3,5 felett, úgyhogy picit lehet, hogy most pótolni kéne.
5 perc van abból, ha gondoljátok, indítok másik streamet. Legyen ma még valami. Mi van a Red Worm, Szavix? Mit írtál? Jaj, azzal fogtad, igen, az való rájuk. Na levas már, aztán itt van az éjszaka, gyertek szépen. Ne leparához hozzám. Vagy hozzám is. Ez a helyes kifejezés. Mert amíg halom, most nézem. Erről. Hello, Ádám, ugye? Ha meg elmet alom, mert agyam eldobom. Kapás sincs. Budorka, minden kétepos, Alex, Melnyikovi szereti, hogy másba volt, köszöntelek téged, és ínyencek között. Illetve, hogyha nem ide valósi vagy, akkor Zrasvui Privet a neved alapján, bár nem civil betűvel volt írva, hogy valószínűleg. Értetted az elsőt is. Kérni Volkovra trollingozni. Nem tudom, hogy ott jobb vagy itt.
Harcsázni nem akarsz véletlen? Hát az délután kéne, hogy lehet, hogy nem leszek már itt, bár a jó, itt ugye. Még a jövő zenéje. Rassan neki kell állnom a halszájtek kraftolásnak, mert tele a haltartó. Rövidesen. Na, tessék csak kifáradni. Na, például. Lehetett volna egy kicsit nagyobb még mondjuk. Szervusz Norbert! Lassan telasszák, igen, még 4 hal kell, de aztán ne kell craftolni majd, hogy legyen hely.
Szervusz, Bence! Bocsánat, én el voltam foglalva közben, de most már visszatértem gondolatban. 230-as újra többen. Ajajaj, az megrázó élmény, hogyha 230-ra próbáltok a töltést eszközölni valakin. Mondom, mindig arra reagáltok, hogy kérdezte valaki, hogy hogy lehet az energiaszintet növelni, hát nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Szállamadár! Nálad is ilyenkor száll a para. Egyszerre szokott ilyen effekt lenni. Ah, Zrasvujtól Jane. Egyszerre mondom. Igen. Azt mondta az elég, hogy... Tudunk valami kosztot az öregnek, mert már kopog a szembe az éjségtől. Mert jó kis főtojást benassol, mert nagyon szereti. Szervusz, Über! Über a nagy uram! Mi újság van? Ez a fék. Ah, bírja. Pista bá, bírja a szerelék. Hát komám, ez már elég viselt, és... Még mielőtt megrősültem, vettem a boltba, de bírja még az a sineg. Ha eddig kibírtam szedni a trófeákat, akkor ezzel most miért ne tudnám. De ez csak 2,7 kiló... Megtelt a szák és a 2,7 kilós keszeg a vízbe került vissza. Nem röhög. Jár, kaptam skill pontot érte. És még kaptam egy kraftolási pontot is, tessék. Meg is csak 20 ezüstönbe került, belefér. Hogy mondod? Most egy profi. Érdekes, olyankor viszont nem lehet bármit csinálni, kidobni, vagy mit tudom én egyet, amikor... Én fogtam egy rákot, amikor ezt is így gondolta visszadobhattam volna, mert értéktelen. Na, én viszont elhiszem. Na, jó éjszaka, ezt tudunk el. Köszi. Hamarabb neki álltam volna már craftolni, de ráfelejtettem. Nagy izgalmakba!
Na, hát akkor örülök, hogy megúsztad balesetet, mert az nem hiányzott volna senkinek. Talán annak, akit elütöttél volna. Nem, te még csak leporlod magad, de ő azért lehet, hogy kicsit komolyabbat kap, viszont elkapnak téged is. Akármennyire is ártatlan vagy, csak megkurcolnak. Valamilyen szinten. Hoppá. Megint repkedik ez a sasmadár. Fölveszem, megnézi, mert az előbb is elment a hal. Elment halad. Se kapás sem. Most ment elhalad. Nézd meg a botot. Tudom. Ja, hogy arra értette, nem volt kapás. Ja, azért kell pötyögtetni. Mert meglazul, meg rajta ül. Nem nem tud leszűrni, hogy... Én szerintem megint nem írtam át a rest címen a címet. Gyanítom. Ja, ránézek már. De, átírtam, akkor jó. Akkor játékot nem biztos. Nem, az mindig RTS. Nem tudom, miért nem írja át egyébként magától. Most van hely? Van hely, néztem. 97. Ugye, hozok egy trófea rákot. Nem, ezt keszek. Na ezt a para fogja ki fel a szebbnél szebb keszegeket. Itt van Fistabá válasza. Gyerünk Fistabá, mutassa meg parának, hogy azért. Hogy is működnek itt a dolgok. Rémiuk befolyásolja szerinted, érzésed szerint a kapásoknak a... Mert azért globálisan általában szerintem jobban fogsz, mint én. Szerintem most te jobban fogtál itt. Hát te fogtál ezért Real Trophy-t. Még én semmiben nem fogtam. De én azért jön a lót, szerintem MT már megint kitett magáért. Igen, kapják be a halak, mármint a csalét, ez így van. Azért kínáljuk fel nekik. Most meg halk vagy, lehalkítottalak az előbb, még a rizé alatt meg hangos voltál. Vagy most halkabban beszélsz, vagy...
Nem tudom. Most jobb. Már megint tele van. Isten áldja meg. Mindegy, akkor fogtam a Rare Trophy-t, hogy hajnal volt, ilyen 6 óra, és elkezdett szakadni, és villámlani, és dörögni, és mindent csinál. De nagyon rossz idő volt, és pont hajnal. Csak átmenetileg moderátor service. Különösebb aggódni, de egyelőre úgy tűnik, hogy az illégnes kinevezése nagyjából a végéhez közeleg. Aztán majd látjuk. Csak elővigyázatosságból kapott, mert nagyon moderátorok játszottak neki azzal foglalkozni, hogy moderáljanak. De úgy látom, már most nem kell nagyon. A kamaratotna is. Aj, de nehéz kérdés ez mindig. Na mentem, sziasztok, jó éjszakát! Hello! Hello! Csavargó, nem kell azzal aggódni, nem annyira kicsik ezek. Még nagyon is aktívak. És találtak maguknak valami szerencsétlen megint. Ez marad, akkor csinálunk bele hal szeletet. Mert nem megint 99-en, úgyhogy észen kell lennem. Azért kár elrakni, vagy nem craftolgatni. Na, hátulról érdemel, hát azt nem fogom, az azért lehet, hogy majd ér annyit, hogy inkább eladom. Kapom most elég jól a skill pontokat is. Egyről 70 dekan fölöttiek maradnak. Holi? Miért? Ja igen, mert ő járt hasonlóképpen. Szükség volt, hogy moderátor az pötty. Megint nem úgy van az egér, de rájöttem, így meg lehet oldani. Alta Baláskor gyakran játszik ért, hogy nem oda mutat az egér, ahol kell. Mi történt, hogy ez ennyire adja a skill pontokat? A patömet. Nem, ezért csali készítést. Ja. Csinálom a hal szeretet. Még nem volt tisztogatás, mindig napolom. Nem szívesen veszek el ilyeneket, de muszáj lesz már, mert túl kereslet van. Vagy túl kihalt, nem tudom, onnan közelítsük meg.
Fogyasztunk egy kis rözegből. Megint adott egyet. Na jó, van Taj. Mentem. Te is mehetsz. Na, akkor álló. Na, ennek pihenni. Hát nekem is az kéne. Halló, halló. Halló. Súlyosos leálló szezon van a Dreameknél. És mindent, kajd lót, még olyan, hogy béka is akad a végénre. Rák már volt. Megjönnek ezek az apróságok. Utána nem ástam, ezért csalit. Hát, van egy párját is. Lúz jön szakaratlan. Gábor, holnap hétfő. Hát, az kellemetlen, de... számomra annyira nem, mert nem dolgozok a hétfő kedden. Szervusz, mágus! Hát nem halmaz el csalival se. Szervusz, nekem a hétkor melózol? Hát akkor ideje neked is lefeküdni, egyébként nekem is jó volna. Vigyázzam, hogy lassan rakad a nyelvem. Nem sokat aludtam az elmúlt két napban. Jó lesz meg most bepótolni. Oh, tessék csak ide jönni, nem szökünk. Na, potodány, ajde! Nem baj az, valaki jó reggelt szokott köszönni, mikor megérkezik. Csalinak való. Szervusz, Robert! Hát így van, Balázs, nagyon jó a hasonlat. Sajnos ez így működik. Igen, Robert, hát örülök, hogy visszataláltál. Köszönöm, hogy méltatsz ismét a figyelmeddel.
tudom, lehet, hogy átnézek BP-hez, nem tudom, szerintem leült már rám a Discord. Versenyen van, hogy meg majd mindjárt beköszönök, hogy mi újságban ne legyen ennyire kihalt a dolog. Már egyedül vagyok, mindjárt megnézzen náluk mi újság. Ahol ott vannak. Üdvözlöm az urakat, zavarok? Hello. Nagyon jó, mert nálam kihalt a chat, mert mindenki ment lefeküdni. Ti meg látom, hogy toljátok ész nélkül, mondom, legyen már nyomalmas. Nyomjuk. Hogyha az első, mert Discordot úgy kompletten szerintem halkítom, mert hangosak vagytok. Elég most csendben vagyunk. Ha? Vagyis annyira nem beszélsz, no? Majd ha nagyon beszélsz lesz akkor. Szóval hogy álltok a verseny az elfolytatásával? Hát hihetetlenül szaró. Ez egy őszinte elgyilvázás volt. Hát... Indigo lelőtték, és szétvertem, vagy ez egy fülhallgatóját. Olyan sok kapáson van. A verseny kilégyen a léter benne, de hát... Helyezkedni a napfény. Az még nincs. Na, én meg keszegezek. Meglepő módon. Ki gondolta volna, igen. Hát, még a múltkor, mikor verseny előtt, mikor volt, akkor kitaláltam egy címet, azt mondom, akkor már most felhasználom. Azt akkor módosítottam, amikor megláttam, hogy verseny invitáció van. Úgyhogy most keszegezésbe folytom. Időmet és... Hát, egyefele bánatom. Hát én nem szoktam bánatos lenni. Nagyon ritkán. Legfeljebb, ha nem jönnek a keszegek. Igen. De arra van a vodka. Viszont arra van az összes többi más lehetőség. Mi a franc lesz az adag? 26 ezüstön, hogy csinál. Jaj. Kapások vannak. 6 kilós a dekkár. Jó, de a disznót fogtam, nem? Mi ez? Vizi disznó. Köszönjük, Grizzly! Tipper vagy. Természetesen a Sabrét szereti összes ilyen. Nyilván, tehát hogyha az viatika lenne, akkor azt szeretné a 25 kilós. Igen. Igen. Amúr. De nem tudom igazából miközben van az orsonak, mert én elhiszem, hogy az előke, a domil, a horog, az valószínűleg tényleg számít, az kiszagolhatja a hal, de most az, hogy milyen orsó van a boton, meg a bot is akár. Hát lehet előbb ide úszik mellém ide a nádasba, megnézni. Igen, ez az. A jobb oldali megy végig a zsinór mentén, hogy nehogy eltévessze. 6-4-es előkére. Common car. Az tökéletes. Ez ilyen, sajnos. Baráti. Várjál, Rambo Chuck Norris, te még keresztnevedet használod ebből a sokkal. Én csak Ubernek szoktam hívni. Nek? Ubernek, mert ugye az összes Übermensch föl van sorolva egy kupacba. És a szerepel a nevében az Uber szó, és én csak Ubernek szoktam. Ja, valaki igazán akar látni, Macita van egy igazi horgász versenyt, akkor BP-hez, ha átugortok, akkor megnézhetek, hát hogy hogy áll. Hatalmas horgász versenyt. Az első helyezettünk már réges-rég eltűnt, volt egy halat, és ő vezet. Akkor most gondolom fogott egy 45 kilós pontot, aztán most nem kell hát rájátszania. Nem, igazán... 8... A hal... Petya meg én, fej-fej mellett. Mi fej-fej mellett vagyunk a harmadik helyen. Úgyhogy ez teljesen jó, dobogósak leszünk. Hát akkor meg tökéletes. És úgyhogy két napos volt a verseny is, már eltelt egy is. Sőt, már a hármed eltelt körülbelül. Tényleg valaki mondja meg, hogy lehet ilyen 50 kilós ledőrkárba. Hát Mervetóba. És van olyan hal? Hát, chat szerint. Rekord szerint van. Hát, valaki már biztos látott olyat. Elkett egy 2,7 kilós Easter-t, meg egy 1, nem tudom hány kilós Easter-t engedni, mert tele volt a haltartó. Az igen. Nem igaz, nem lehet, majd csak eltalálom, nem lehetne valamit csinálni, hogy ilyenkor az ember
ürítsen, vagy kraftoljon, vagy valamit. Véghet kárpok is jönnek? Nem, csak keszeg, meg is. Keszeg? Kétféle keszeg folyamatosan, meg hát jött rák, meg kajdó, de minimális. Hát olyan óriások, nem 1-4 kiló fölött itt fogtam, meg egy 3 kiló fölött itt, meg néhány 2 kilósat, tehát olyan igazán nem jön most. Hallod, BP? Tessék! Dobálgassod a békanyel mögé. Vagy ott vagytok 41-60, vagy mennyi 50-en? Az a... kicsit balra. Elfordostam a fiaimat. Kicsit balra, olyan mögé. Én 46-an. Kicsit balra, bár, mert most a növény, na mindegy, most közé. Ha megnézel a térképet, ott van egy gödöm. Én úgy fogdostam, hogy oda középre dobálgattam. Pontosan a számot dobáljam, mondjuk a 4 és fele szám. Ide raktam föl azt a hülye térképet. Szerinted megnéztem amúgy? Békanyelnek van a közepe. És én oda dobálgattam őket. És távolság? 25. Az az igazság. Kapart, mert ő te hülye. Gerebjézzétek ki azt a kis területet. De ha felrakom a krumplit, egyből jön. Krumplira igen. Szerintem, hogy ki lenne gerebjézve, akkor sok szerelék össze lenne ott szedve. Elképzelhető. Aztán mondom, hogy kivagyok pihenve, de még egy kicsit pecázok. Tegnap lőtség körül 3 órát aludom, most tegnap meg 2 és felett. Elég az. Tökéletesen. Aki az életét pazarolja az alvással. Pontosan. Okay. Csak a gyengék alszok. Igen, ez erősek. Erősek kizzerek. Mennyit? Hajnal 3 lefektem, és délután 3 kell. Az 12 testvére között. Igen. Hát én már ketté törne a hátam szerintem a nyelvástól. Nekem az árt. Valami történne. Én sem tudok sokat aludni. Na, hát négy azért, azért belehúzok. 6 óra azért átlagban azért ki szokott jönni, de... De az, hogy 2-3 napig alszok ilyen 3 órát, ez teljesen normál. Csak aztán bepótolom. Alszok utána 8-9-et. Vagy 2 részet be akár. Há, annyit nem tudok, inkább 2 részletbe alszok szerintem 5-öt. Megint lassan pedig M94, úgyhogy van még egy, de nekünk kraftolnom kell. Na jön az éjszaka, hogy el kéne mennem eladni. Hogy állunk? BP? Nem tudom, hallatszodott-e akkor, amikor mondtam, vagy hogy le voltam múltó, de... Rossz nyalókát raktam ki oldalra. Tudom, de azt nem szabad, mert gyerekbarát. Gyerekbarátság van, tudod, úgyhogy nem szabad olyan alapú nyalókákat kirakni. De megnyugtatlak, párom is idejött, és azt mondta, hogy miért nem a másik fajtát raktam ki. Na tessék. Magyarázni, hogy nem, ez nem ez most nem, ez most nem az a játék. Igen. Na itt van nálam is Uber úr. Én munkahelyen alszok, becsukom az irodába ajtaját és kész. Nem akartam ötleteket adni. Sajnos nálam ez nem annyira műkszik, mert hol a telefon csörömpölne, hol valaki valamit szeretne. De ez nem úgy műkszik. Ki kell húzza a telefont, mi? Meg be kell zárni az ajtót és akkor... Meg ha van ablak rolló, ilyesmi, lehúzni. De nagyon jó ötlet egyébként. Hát nem, hát ott is mindig van pörgés, úgyhogy... Nem unatkozok. Valami mindig van. Te mit csinálsz? Leesik a székről lassan. Ki mit csinál? Te. Én idegeskedek. Mi? Hogy itt spammelik a gránátot. Mit csinálnak? Hát, hogy nem ezzel a játékba játszik. Azt sejtettem, mert az oroszok te lehetne, úgyhogy harckocsival lődöznének bele, de... Igen. Gránátra jönnek a alak, az kétségtelen. Maci, megálmogatod egy tank például, vagy valami. Hát,
DJ, esküszöm, eljátszanám a boci-boci tarkáttal a kapásjelzőkkel, de nem tudom. Tehát az a baj. Még kapásjelző nélkül se. Ja, de csak ide-oda kell kattigatni. Faterod legalább biztos el tudja. Faterom. Hát Tibinek. Ja? Mi van? De ezt csak én nem értem. Mit? Hogy a faterjel tudja játszani. Hát biztos. Miért tudná? Hát, hogyha a himnusz el tudja. Ja. Nem olyan a hangja, az a baj. Túl magas. Meg hármat pittyen. Ha csak egyet pihenne, akkor tök jó lenne. Pihenne, pittyegne, na értsd jól. Jó, a késő van. Ó, eltűnt Grizzlynek a 20-as karaktere. Újra kezdett neki kezdenie. Az hogy? Nem tudom, a supportnak nem írtál? A supportnak. Én sem úgy Facebookon olvasgattam éneket, hogy eltűnnek nekik, de az hogy? Hát... felhő van tárolva, tehát elviekben. Szimpla védelem van. Mert sok esetben ugye a Winchesteren is, vagy ugye csak mindegy merev lemezen, meg a felhőn párhuzamosan van mentve. És ha valamik nem stimmel, akkor ugye van lehetőség valamiket alapján helyreállítani. Ez viszont nagyon fontos lenne, mert tételezzük fel, hogy van valakinek egy karakter, amibe beleruházott mondjuk 10.000 dollárt. Mm-hmm. És akkor most mi van? Hát akkor valószínűleg... DJ Free szereti a hagymásba volt, köszöntelek az ilyenek között. Hello! Cseten is üdvözöllek. Igen, mind a kettőt köszönöm, Franz. A lájkot meg aztán. Kivált kép, mert nagyon szépíteni kell az arány, de ne aggódjatok, hónapra el fog tűnni. Nekem besegítettek. Ah, de itt is voltak kétszer, de nem számít, mert nekem mindig eltűntek. Nekem mindig eltűnnek a diszlájkok. Tessék? Most is fecekszik. Én is belehallgattam, hogy kétszer, de ez még annyit se ér, hogy belehallgass. Hát? Én addig hallgattam, amíg beraktam az X, azért 7 Days-eztünk, aztán akkor megjelentek, aztán betettem oda az úriembert a streambe. Direkt meg volt itt a csatornája, hogy majd akkor ezre. Csak azért ugye, hogy így úgy is eltűnik a videó, hogy van rögzítve egy emlék, meg az, hogy ha véletlenül valami vita támadna, vagy bizonyíték kéne, mondjuk a YouTube esetében, vagy valami, hogy... Mert megkérdeznek engem is, mert ugye csak utána néznének, akkor tudjak valamit villantani, de igazából le is zártam a kérdést. Meg nagyon jó, hogy jönnek, mert a nézettséget nagyon növelik, diszlájkok, meg nem tudom nálad hogy van, de nálam eltűnnek. Nálam nem, hál' Isten, de nem is kell, mert most jól állunk. Én összeadom őket, szóval. De nem is az a hely, hogy az, hogy mondtam útkor is, hogy a dislike, ha nagyon sok van... Azt mondtad. Nekem erre, hogyha nagyon sok van, akkor felkelt az emberek érdeklődését. Vajon miért is végignézik, aztán rájönnek, hogy nem is olyan szar ez, már elnézés a kifejezésed, és akkor még lehet, hogy itt is maradnak esetleg. Sőt, jön a sok komájával, azt lehet, hogy valaki meg itt ragadt, tehát milyen szempontból nem bánom. Persze. Na, fekete Laci, vagy hogy meg? Ki? Zsolt. Nem is az, Márk, vagy Zsolt, hol tényleg Zsolt? Jó, nem is ismerik. Ja. Itt van a tesz, szervusz, a tesz. Már nem a tesz, a tesz. Nekem rám egy két és a tesz van. Mert látok, tudom, hogy van egy a tesz. Aha, mert nézem a csetelet is, hogy én látom. Mi a teszünknál elment aludni, úgyhogy én nem fogok. Meglepődtél volna. Szerintem hozzád. Jó, sziasztok, megyek aludni, aztán átnézzük hozzám. Igen, és ott van. Volt már ilyesmi, de nem baj. Jó van ez. Meg sziasztok, megyek aludni, és utána fél óráig ott foggassa még a... Halakat. Bár mondjuk olyat már én is csináltam a sorozatnézés közben, meg ilyesmi. Hát elviekben nem múltkor, amikor itt voltam nálatok, akkor is úgy volt, hogy már alszok. Elköszöntem mindenkitől. Ja. Aztán jött egy kérdés, akkor beléptem. Ha már beléptem, egy kis pont jó az idő, egy kicsit keszegezni. Aztán eltelt az idő, azt aludtam 3 órát megint. És azt röhögni fog, mert általában úgy szokott lenni, hogy mindig, nem fogok sokáig, 11 éjfélig, mert hónap dolgozok. Aztán akkor elkezdem kuncogni magában mindig, hogy na persze, látott meg, hogy 4-kor feküdtem le, az 6-kor keltem. Szép. Már még tegnap is úgy volt, fél 4-kor feküdtem, mert mire aludtam, volt majdnem 4 óra.
Van valami abban hát pocsolja... Igen. Atesz, ez nem pocsolja, ez egy óriási folyam. Csak ennek egy kis mellékága, ahol a keszegek már megint tele van. Isten adj. Komolyan tele van a haltató mindig. Meg ki kell dobnom egy majdnem egy kilósat, még jó csak akkorát. Kraft. Kraft, de nem kell neki menni az éjszakának, mert nagyon drasztikus lesz. Ezt a sajátáni halat bekraftolom 666 gram. Pedig itt már csak nagyok vannak. Hát el kell szaladnom gyorsan eladni szerintem egy csomót belőlük, mert... Ez így tarthatatlan. Egészség. Bocsát. Egészség. Ó, de jönnek a kapások. 18 óran rohanok, nem érdekel, muszáj lesz. Ez csak Atesz, mekkora folyam ez? Csak itt pecázok, ez a kicsire nézd meg, ez mekkora, amíg itt vagy, mekkor látod. Ugye dolgozni szokott éjszak, akkor van ilyen éjfél táján, éjfél vagy egy, ahogy éppen ráér, tartanak szünetet, és akkor be szokott köszönni. Jó bulás, drágám. Köszönöm. Nincs mi. Nem te, drágám, hanem a másik. Futok. Futok. Istvánnak nem nagyon mozog a keze futás közben, azt figyeltem már az árnyékból. Nem, te egy zombi. Hát, ha már Seven Days eztél ma... Hát, nem tudom, nagyon nem idik hozzám az a játék, de most egy kicsit nagyon... Vagy nem rossz az, az a része, amikor ugye fejlődni, lootolni, pakolni, craftolni, építkezni, fejlődni, az a része. A nagy része között erről szól, az a meglepő. Hát én azt hittem, hogy ez valami nagyon horrorisztikus, de igazából nem, inkább röhelyes itt-ott. Hát, nagy jövő azért nem lesz ennek nálam, de egy kis kuriózumnak jó. Kipróbálom ezt is. El lehet valami. De az a helyzet, hogy nagyon sok idő és streameli, mondjuk hát ez persze sem ennyire mozgalmas mondjuk, de... Hát igen, mondjuk az... Jaj, kilóptam a kajdlót, az is... Jaj, pont ekkorát keresett. 18 ezüstér. Majdnem nincs szerencsés napom. 40 gramos kajdlót kihajítottam, hanem minek az. Rások, Brímet nem keres. Ez most Fistabának nem kedvez. Eladom én ezeket a rákokat is. A rákba nem kellenek. Kis Brímeket, mindet. Nem kraftolok. Jó, eladom a kiló alatti keszegeket. Iráig recs. Már van is. Egy csomó helyen mehetek vissza. Kirólatiakat azt hiszem úgy sem szokott keresni a kávézó. Hát nem útkor, két, egy 1,02 meg 1,03 kilós keszeget leadtam 50 valány ezüstért. Az jó kör volt. Az szép. Hát nekem most szerintem nincs annyi. Érde van. Annyi ezüst? Aha. Az igen, el lett verve. Nem, megvettem az én Fortuna Carpot, az első Fortuna Carpomat. Fortuna Carp, nekem olyan van kettő. De én fédert használom. Az esetleg ragadozóra jó, hogyha nagy harcsázni akarok fenekezve vagy tokozni, de én nekem a féder az jobban tetszik. Hát nem tudom, mert igazán... Jóval lájabb. Melózom, csak szünet van. Gondoltam. Lehet azért nem, alul van táplálva. Ja, igen. Istabá. Na, szedjed ki fel a lakat, Fista, mert türelmetlenkednek a sineg végén. Hát maradhattál volna akár ott fenn is. Na, még itt egy éjszakát ezt végig hajítom, aztán szerintem menni kéne aludni. De hát csak kéne persze. Hát ezt már én is tervezem egy ideje. Még ezt a fantasztikus versenyt megvárjuk, hát ha... What? Hát a harmadik helyre meg is kell várni. Még ezt a versenyt lenyom, akit ha eladom, akkor megyek ki. Hát nekem még eladni sír nagyon ma. És a 17 dala darab hal. Egy darab hal van. Nem tud nagyobb. De legalább pár. Nekem ez a maci még úgy igazán egyszer se jött be, amúgy.
Hát, én nekem sem szíven csüsked, azért vagy fogok. Ja, nem tudok, nincsen... Nincsen izé. Ó, már itt sincs. Ó, nem tudok eteti anyagot keverni. De talán van még annyi, hogy egy körbe küldjek. Ó, mennek ám magatok. Elkezdek. Ó, de eldobtad. Balra, na mindegy. Hát nem mindig van most már grizzly fishing, de gyakran lesz. Tegnapira nem volt, mert nagyon elzombiztuk a napot. Most azon nagyon belefeküdtünk is, az is olyan játék, amivel nem lehet nagyon keveset játszani. Meg vadászat is régen volt már, de nagyon. A Seven Days is amúgy ilyen online. Nem, van egy dedikált szerverem. És akkor ott játszunk rajta. Ez egy fajinki szerver, 5 játékot lehet rá fölrakni szimultán, és akkor csak át kell kapcsolni. Tehát föl van rakva a Farming 19, föl van rakva a Breakfast, a Seven Days, meg talán az Ark, ugye lehet, az nincs még. Tehát ugye 5-öt lehet így föltelepíteni, és akkor csak át kell váltani. Ja, Ark nincs, az tervező, csak de azt hiszem 10 fős kell, azt egyenlőre csak 6 fős, a Szeró, mert elég volt a Breakfasthez. Meg most ugye elég a Seven Days-hez is, farmhoz már nem biztos, hogy elég lenne, de egyelőre nem bővítettem akkorára. Igazából én is, ha lenne normális netem, oszhatnám világba. Csak nincs netem. Ez a géppel nem lenne probléma. És úgy kellett megoldani, hogy két net van itthon, az egyiket én használom, a másikat meg mindenki más. Mert ezt nem, mert ugye most a streamenek a feltöltési sebességem az kopog fönt. És hogyha valaki nekiáll még itt netet használni, akkor az megsínni. Milyen netet van amúgy? 30x6-os. És annak áldom a szerencsémet, hogy 6 megabit a feltöltés. Mert azért 30 az ritkaság. Ezt így bírok 60 FPS-e, de hát... Ez kell az egész. Hát rég volt már farming, tervezem egyébként, majd legfeljebb kiírok egy ilyen YouTube értesítést a közösségi, azért, hogy ilyen közösségi értesítés, hogy 6 órakor este tervezek majd, lehet, hogy például holnap, vagy valamikor is, hát akkor azt megkapják, mert az a helyzet, hogy most kitalálom, beírom az eseményt, és akkor igazából nem néztek fel az oldalra, akkor csak akkor tudjátok meg, amikor már elkezdem, és az már késő, hogy modokat töltsetek le, meg csatlakozzatok meg ilyesmit. Hát nem tudom Revoli meddig tart, még egy kicsit pecázok, ezt az éjszakát még végig tolom olyan 9-ig körülbelül, aztán szerintem annyi, de lehet, hogy addig se, hogyha nem jönnek. Valamelyik halam elmen most nézem. Nagyon rontja a statisztikát most egy pár napja. Ki? Norman, hol fogtad azt a halat? Hát aki a versenyben nálam fogta 8 kilós Norman állat, vezet? Senki nem. Itt vagy Norman a cseten? Nem, hogy most biztos nincs, mert el van foglalva. Milyen halakkal mentek amúgy? Hát a Raider Carpot kéne fogni, de hát eddig 4-ből 2 embernek sikerült összesen. De mi nem mondtad? Hát mentek volna így. Hát Tibi is csinálta. Te meg Division az olyan, szóval. Mondan elég nehéz halat fogni. Mindent lehet. Van vonaltam, ugye? Akkor kapáson egyikét én csináltam olyan streamet, hogy vadászat meg halat s vadat. Halat, vadat s mi jó falat, vagy valami is volt a címe. És párhuzamosan játszottam a Call of the Wild-dal, meg a Russian Fishing-gal. Be volt dobva a fenekező, a kapás jelző, óbígatott, ha baj van. Közben kóslattam a barak után.
Csak mivel a Call of the Wild meghűjtette az OBS-t, így abba kell hagyni, mert ilyen 20 FPS-re streamelte. Uh-huh. Vagy befelezte, mert nem ment, ugye a Call of the Wild az nem egy 60 FPS-re, szerintem csak atomerőművön legfeljebb. És valamiért felezi, nem tudom miért. Tehát az OBS sokszor úgy látja, hogy a 48-55 FPS a fele. Tehát nincs 30 se. És úgy meg nem nagyon jó. Nem tudom, mert nem ismerem ezt a játékot. Na végre jött egy ledőr. Most ismerem, de... Na tessék, megvan a ledőr. Na, hát, 80 grammos. Igen. Nekem még az is jó. 5 kiló, hát az már szinte, csak az még nem csak élet, ugye? Vagy azt már kiírja? De már kiírja. Azt kiírja, nem tudom, hogy hány kilós, és akkor tudom, hogy több, mint a többi pontnál. Annak kell legnagyobb. Ja, ott van, látom. Szervusz, tesz jó munkát! Szalma, szassa jött. Azért mondom, fejje csoki 18. De komolyan? Jó, persze, tudjuk. Mennyi van még a versenyből? Ja, már most nem lehet nevezni. Benevezek 5 percet, fogok egy 25 kilós alatt aztán. Köszönöm. Azért hívtunk. Fehér csak 18-szal kaptam trafimat amúgy. Hát, na de most nálam nincs olyan szó. Hát, csak most fogtam egy kajlót, szerintem ezt keresi a kávézó. Remélem, hogy mire visszamegyek, addig még keresem 53 gram. 40-től 59-ig keresi szerintem, hogy valami ilyesmi. Másfél kilóval fogtam kisebbet, mint a Nike ledőr párkot. Szervusz, Uber! Nem tudom, ilyen 35 kilós volt, hogy mennyi a trafim. Na jó. Elcseszek 15-öt, vagy 25-öt, vagy 35-öt a fehér csokidra. Na az mire jó? Hát arra jönnek szépen. Bekeverni etetőanyagba? Nem tudom, nézd meg amúgy nálam. Nem, ez már kész, szerintem. Ez nem valami bojli. Ja, egy bojli. Azért most nézd meg, hogy mivel fogtam össze. Csak olyan társkeresős nevelem. Hát nem társkeresős, hanem... Direkt fogalmaztam ilyen finoman, ja. Hogy társkeresős. De a banán húzatik állít. Valami fekete csoki 25 vagy valami ilyesmi, úgyhogy... Hát ez már 30-nál kezdődik. De van valami black, a 6-ot. Na, ez most furcsa volt. Pillanatra lecálcázott a játék, utána visszajött. És hol kell keresni ezt a fehér csokit? Boltban. Csokit keresni. Market. Csokit keresni. Magazin. Nagyon, hogy fehér csoki nincs. Igen, ezzel szívtam meg én is. Hát még véletlenül sem látok ilyet. Volt pádos. Hát akkor azért nem látok ilyet. 10, majdnos kell 8-as? Így. Ah, bár nem tört parcsát akarok nyomni. 18-as csagyi. 18-as tettem. 14 az még kicsi. Remélni nagy idejével. Nagyra vágyó. Átteleportáltam a komphoz. De miért? Mert őrült vagyok. Miért? Ja. Elfelejtettem, hova indultam. Jókó, mit szereztél? Horkol a kutyám. Megvan neki tiltva, vagy? Nem, csak meg... furcsáltam. Szoktak jó szájok is. Na, ha nyulam horkolna, akkor kicsit meglepődnék mondjuk. Vitéz Foltos Leonard. Az a neve? Hát, Foltos Leonard a neve, csak kapott vitézi rangot a Gárdonyi Farönkvárnak a kapitányától, a hősies helytállása miatt. Értem. Van oklevele is. Mostantól vitéznek is, vagy azóta vitéznek is.
hívjuk. És ugye Leonard az a... Hát csak ugye gyerek, vagy a foltos, kicsit azt ilyen a kabát mintás, és azért foltos. Leonard meg a Nyomás után a című filmből a Drone Dinner. Nem tudom, emlékeztek rá. Meg ne próbáld még egyszer Leonard. Hát én nem emlékszem rá. Mindegy. Most biztos, hogy láttam. Rávagy nincs, hogy nem láttad. Nagyjár nincs. Láttam. Jó van. Az a része, amiben ez az aranyautó van, amiben is szoktam ülni. Megérkezek a szállodába, abba, a nyereggel, meg a Brünnhilda nevű tehénnel. És amikor fölállnak a Londoner kocsira, hogy gyerünk Leonard, ugye, tolja őket. Aztán tartja a markát a jattért. Aztán belecsapnak, hogy aztán jó legyen, jó viselkedj Leonard. Miért van itt két WC csésze, amikor a bidét is meglátták? Ennyi, még el se tudod. A millimosok együtt csinálják. Ilyen bunkók. Fel kell frissítenem a 50-szer istenen szélfilmek erről az emlékeimet. Érzem. Nyomás utána. Robi tudja. És tudja, és tudja. Abban az egyik kedvenc jelenetem, amikor ugye Bud Spencer ott van abban a kocsmában, vagy falatozóban, vagy nem tudom, minek nevezzük, és akkor kezébe vesz egy egész hamburgert, aztán oda tartja ugye a szájához, beleharap, és ugye tömibe, pontosabban a szájába, és hogy mégse tűnjön annyira mohónak, leharapja a végét, de körülbelül a 97,5%-a a szájában maradt. Egy kis keskeny kis csík a széléből a zsemlének megmaradt, és kecsesen fölemeli a kis ujját, hogy némi eleganciát kölcsönözzön a műveletnek. Nincs itt a telefonom, de írtam egy-két mondatos szösszenetet ezzel a mozdulattal kapcsolatban. Szabban van tárolva. Na, gyere ide! Átvertél engem. Hogy tehet ilyet? Nem vertelek át, hittél vízben. Ja, akkor várjak, még jó, várok. Már ennyire türelmet. Hát annyira dicsérted ezt a fehér csokit, hogy azt hittem bedobom és egyből jönnek rá. Vagy egy óra múlva. Órák kérdése másra. Én ezt már nem tudom megvárni, az a baj. Várjad, hittél, meg így. Majd csak 3 óra. Szerint 2 óra 54 perc múlva megyek. Micsoda? Hát amikor lejár ez a csodálatos verseny, akkor én eltűnök. Hát nem vagy elég türelmes esetleg. Fel kell kelni reggel is, nekem nem elég is sajnos a valamás. Beset lehet, hogy elég lenne, nem szoktam kipróbálni. Bár a múltkor sem volt annyira elég. Korán kell? Hát annyira, azért nem korán, csak 7 körül. Na, jött hal.
legjobbra, úgyhogy... és viszi 29. És milyen csalira? Nem mondhatom el, csak az ügyvédem jelenlétében. Mi? Hát milyenre, mind a háromra a fehér csokidat raktam. Már annyira dicsérte. Nem, érzéke nem kellett volna. Mi? A szabréka. Igen, azt mondod. Az akkor is az van. Buktunk egy horgot, meg egy előkét, van egy olyan érzés. Hát nem biztos, csak győzöm, hogy kivárni, míg kijön. Hát ez valami érdekes lesz, mert nem akar jönni. Nagyon indulgat meg fele magad. Semmit nem csinál. Akkor azt mondja. Csak én nem bírom húzni, ő nem bír menni. Figyel vagy. Jó vízelenállás. Nem még fél. Lehet, hogy egy fél kilós hal, ezt csak oldalazva próbálom húzni. Ja. Az a baj. Jó, helyesbitek. Ha akar, akkor tud menni. De nem ment sokat. Szeret engem. Gyere ki, légy szíves. Jó? Gyere már erre. Rögtön 30-as. Há, az a tuti. Igen, az a biztos. Légy bátor. Kutyafáját. Igen, amúgy én is pont ezt akartam mondani. A kutyafáját. És megint dübölünk, film a legjobb. Igaz, az összes filmjük jó. Hát igen, nehéz kiválasztani, melyik a legjobb. Kincsemi nincset szerettem nagyon. Na csak az elejét. Én szerintem az Anulu karakter az már túl blőd, pedig nagyon sokan azt tartják benne a legjobbnak. Melyik az, amelyik a izé? Ilyen csónakkal valami. Kincsemi nincs. Krémet, reklám, nem, Puffin Lekvár. Az. Az kincsemi nincs. Igen. Az jó. Hát a, izé a... Mit reklámozál? Az izé, de igen, az Anulu karakter az 5 percig vicces, utána idegesítő szerintem. Anulu pápa máma. Nekem a szuper zsaruk, hogy melyik az a... Azt láttam, csak szó. Láttad már a filmet? Hát, én nem hallottam, hogy melyiket kellett látni. Hát azt. Ja, azt igen. Taikát kérdezem. Mi nem figyeltem? Szerintem ő sem hallotta. Elment a hangot, Tibi. Aki csizmában. Azt nem nagyon vágom, azt régen láttam, meg a wrestlereket annyira nem. Nem? Kivéve a aranyesi lyukában. Meg a örök jobb és bal keze. Mi a fene hal vagy te? Jó lenne ilyen 5 perc alatt, csak mondom. Annyit tart nem fog. A játék idő szerint, mert... Verseny után 2 másodperccel elég gáz lenne fogni a léderket. Ilyen 20 percig szoktam múlni. Hát de most neki nincs ideje, szóljatok már neki egy ilyen. Gyere vége a versenynek. Azt nem hiszem. Hát... Hát csak 1 perc körül. Remek. Tehát ez nem az lesz szerintem. Jaj ne, vigyek a többi is. Gyorsíts rá! Ujj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 j
X-et, mászguljál, de hát nem történik semmi. Nem, nyomd a boost gombot. Az X-et mi? Az X-et nyomni.
Jó, mindjárt. Közben pedig valami eltöri a másik botomat, de nem baj. Azt a rohadt eget. Gondok vannak a Sabre-val. Jó, ez nem létertárs lesz. Hát eléggé elhajlós gondokon. Ez egy mirror kelp, ez... Az, 16,8. Jaj, Sabre, légy szín... Ne, légy szín. Csodott. Neked is muszáj hamar kijönni. Nem szabad itt úszkálni össze-vissza. Na. Energy, Mythic Savages, reke egymás volt, és őről olvasni. Üdvözöllek a Twitch-es ingyencek között. Hello, Mark! Köszönöm, neked nem köszöntem. Neveletlen voltam. Jó, hát ez sajnos nem készítettem ér. Készítettem egy kis meglepetést, azért nem figyeltem annyira. Tudja, ez lesz a réterkárpom. Verseny után biztos játékidő szerint 15 perc. Na, lesz se az lesz. Ez egy nagy... Kombat. Ja. Mármint, hogy kinek mi a nagy. Jó volt. Nekem ez nagy. Nem fogtam halat. Szuper. Én is csak egyet. Na, az jó egyébként. Hol vagy csavargó egyébként? Melyik, ezért, tehát az a Mosquito Winding tájék, az a 100 ezüst per óra, az körülbelül a jó átlag. Volkovon, Kuorin esetleg lehet egy olyan 150. Macin talán 200. Hát ha adja. Tehát ha olyan, olyan van. Olyan, most volt egy két hétig, amikor borzasztóan, de egyébként arányaiban nem mindig adja azt. Tehát ez a nagy átlag, amikor, amikor annyit adnak a helyszínek átlagban. Nem tudom, mi lett Matthew-val fel. Hát most ez olyan fura volt. Oldan? Hát ez kb. Jó. Na jól van, köszöntöm szépen mindenkinek a játékot. Loot nem érkezett meg a loot? Hozzám kérdezed? Uh-huh. Én már most elvileg meg van nyitva azon. Hát vagy lemaradtam róla, vagy még nem. Nincs ott a vár, nincs megnyitva neked a lucz? Oda. Megvan. Van egy Gáborunk, 1 óra 36-kor, amire... Hogy lehet 1 óra 36-kor, ha még nincs is annyi? Az érdekes, nem mindegy. Na, most elküldtem még egyszer. Úgy látszik nem vitte át, mert sokat vacakoltam, amikor közben írtam, hogy jöttek a halak, azt nem bírtam. Megjött. Na ugye. Tök jó. Tök jó.
Azt mondod. Addig eladjuk a halakat, addig előtolja a... 6 óra lehet, és már csak 8-ig várok, nem tudom, hogy jönnek-e még komolyabb méretűek. Ez ilyen kicsik a kokára salír. Lekká. Hát mentél furára. Egyszer bedobom a legnagyobbik cuccot itt, aztán nézzük. Hallottál-e vagy? Közben csetel csajt, úgy kell. Minden másodpercet ki kell használni, csak most én nem annyira nem figyelek most erre oda, de úgy volt én is, hogy egy glisszát ástam, még nem volt kapás, vagy csalit készítettem. Etető anyagot itt mit dobja, Hamu? Surán tokmixet. De van egy, nem tudom, hogy átkülönfél, van ilyen táblázat, amit nem tudom, nektek megvan-e, ami milyen skill százaléktól függően ajánl fel etetőanyagokat. Valamikor megvolt, nem tudom. Szerintem megvan, meg ezt valaki csinál. Clay, Sly, Magot, Chopper, Clay, Fish, Olyo. Gondolom valami ilyesmi táblázatban nézték ki. Mondjuk a neve az, hogy tök, szóval. Tök. Tök mindegy. Biztos, tök, hogy arra jó. Való, én érzem. Érzed, hogy olyan lehet, hogy valami? Igen, ez csak az lehet. Hát amennyiben nem valami vízitökre vadászott vele, a kakasnak van valami lesz. Jelentősége, vagy? Nem, nincsen, az nincsen. Csak úgy. Vasárnap, ugye általában vásárnap, ugye vásár szokott lenni, és a vásárok igen, nem lehetnek meg kakasos nyalóka nélkül. Igen, az is igaz. Olyan. Mióta kim van ez a kép, azon gondolkozok, hogy hol lehet még most ilyet venni. Kérdezz. Mindegy, hogy mit csinál az ember, az a lényeg, hogy tudja megmagyarázni. Egy-ja. Igen? 40-es klip. Hát azt elfejtettem, most ez 30-an maradt szerintem. Tényleg. Jó. Okay. Ki a baj? Kiment a lúcom. Miért nem hallom, hogy pittyek? Nem tudom. Én már ilyenkor sütet. Tehát sütet vagyok. Az is lehet, hogy sütet vagy. Erre, mert nekem még waitinget ír mindig. Nem tudom, nézem a streamet, már kiment. Akkor megőrült a lúcom. Jó van. Látom. Kétszer pittyő van. Szerintem csak réfából írja. Ja, nekem le van némítva a stream, nem tudom. Nem tudom, mert a kapásjelzők miatt már a kukásautót sem veszem észre azok, szóval. Szerencsére nálunk nem ilyen hangot ad. Hát azon már is éregeskedtem eleget ezen a... Gerl, én itt már mondom, lenne valami sörítés, mert megfordultam volna a sztröktibe, de nincsen sajnos Fista, bár ennek nincs vizsgálja rá. Bár néha volt olyan fasírba az asszonyjal, hogy gomjan elgondolkodott, hogy be kéne szerezni egyet, de aztán a józene személy megállt parancsolt. Mert ugyanis a börtöntó az nem olyan jó gazdaságilag, mint itt a friss levegőn, nem pocsolyában, hanem halakban, gazdag folyóban pecázni. Hát igen. A börtöntó az nem jó, és az éveket kap az ember. Hát ott elvileg eléggé nehéz kifogni azt az 5 kilót. Mert akkor esett rá a lúcot, amit küldtem. Nem tudom, én kíváncsi vagyok a börtöntóra. Hát ugye egy szavarba kerül, 8-an bejelentünk.
vagy csak... Szórakozik velem a folyó? Hát egyet, a Sabrével nem akarok semmit. Jaj, mondjuk már. Jó lesz az valami már, most vagy. Szuper. De majd küldjetek csalit. Azt neked kell ásni. Jó van, ásom. Támogy. Hogy ezen most van valami hal. Értem. Jó hét, Robi. Jó, bocsánat, jó kamionozás, Robi. Na, én megyek még egy kicsit kamionozni. Ez most mondom, én megyek, azt hittem, hogy aludni. De nem. Na jó. 2/0-ás halok, 69 azok most White IP. Csalinak pont jó. Még nem tudok olyat használni, vagy be tudok. De vödröm nincs, az biztos. Á, nem olyan drága. Nem, majd egy ezres. Ahogy hallom, hogy 50 ezüstje van. Még a lúcommal együtt is semmi nem lesz. Jó, belőttem. Most már felmentünk 289. Ja, hát akkor feltörtél, mint a huszár hátulja. Már majdnem megvan a vödör. Remek, holnap belépek és a börtöntavon fogok állni. Nem. Kíváncsi vagyok rá, azt mondják tök ezért. Én már láttam el. Grétát egyszer beküldték oda. De neki nem kellett, nem tartom, csak egy, szerintem egy fél órát kiformoltam neki azt a mennyiség alatt, amivel kijött. De most neki szerintem csak ilyen 2-3 kiló alatt kellett fogni, de most már mondanak, hogy 50 kilót, hogy nem kell fogni azokból a kis keszegekből. Húlom Isten. Vagy nem tudom, azért hát, mitől függ. Nem baj, nyomjátok, most meg tényleg kíváncsi vagyok rá. Börtönöltó stream, mekkora nézettsége lenne? Az biztos, kipróbáljuk. Szia Ninja, köszönöm szépen. Szevasz Zoltán, neked is. Hello Easy. Akit mindig Easy-nek olvasok, de nem az a neved, de mindegy. Értette. Tényleg fordítva van írott. Azt nem tudom, hogy elírta, de na mindegy, velek maradjuk a Kuakuénél. Az is jó. Az stimmel. Hello, Soma. A múltkor valakinek, amikor elkezdtem játszani kb. Akkor valaki ugyanígy be akarta rakhatni a börtöntóra magát, az sikerült neki? Nem tudom. Hát a nevének az utolsó 6 karakterét valamivel is minek ejtjük ki kb. Legalábbis én. Azt, hogy mások-e, azt nem tudom. Semmi, nem nézed a chatet, te Division-zöl tudom. Lőjjed csak. Jó lesz az Easy is, azt mondja. Köszönöm szépen, és már is meglesem, hogy ő ki. Én nem dolgozok, ja, közel, nem az én csetene van, oké. Okay. Csak soha, hogy tényleg dolgoztak, én nem dolgozok volna. Most ma, de egyik itt hónap se. Na, csak szerdán, ma dolgoztam, még tegnap is. Ja, nem sikerült neki, azt mondja Csavargó. Erre izé, ja. A börtöntavazás. Igen, már elég sokáig érkeltek, hogy nyomja mindenki. Meg nyomták is.
Mert nem hiszem, hogy ott akik felvizsgálják azt. Valószínűleg megnézik meg, szerintem az ilyen poén volt, azt észreveszik. Felmenőit az illetőknek a cseten, akkor lehet, hogy lesz foganatja, lehet, hogy legoroszul. Aha, értem. Angolul nem jó? Ilyen, most majdnem arra gondoltam, hogy leborok, inkább nem. Csak nincs Ciri bérenyfüzeted, akkor elég kellemetlen a dolog. Hát valahogy majd ezért Google fordítóra lefordítod, ezt akkor beíratod. Az is igaz, tényleg. Szidjad az adminokat, a szervezőket, a fejlesztőket, a hát reklámügynököt, az PR-osokat, meg mindenkit. Azért akkunt nem akarok töröltetni, szóval azért annyira nem érdekelek. Ennyire nem? Nem. Milyen jó lett a feliratkozás. Azt akarják, hogy írjad be azt, hogy adjatok csalit, adjatok a botot, orsót, stb. De ezt oroszul lehetőleg van. Give me csali. Hogy ők is értsék. Ja, az már tényleg. Na várj, ezt megoldjuk. Látszik, hogy késő van, kihagytam egy abetűt. Bakker, helytelenül írtam le a mondatot, hiányzik belőle egy abetű. Hogy merted? Igen, mert szerencsétlen mondatnak csak az az egy baja van, hogy hiányzik belőle. Kukc. Hát figyelj, lehet, hogy oroszul jelent valamit. Lehet. Ha? És akkor beraknak a börtöntóra. Most már megint mit lesnék, hogy én is ott ébrednék reggel? Ja. Na látom, tekersz valamit. Uh-huh. Csak most nem tudok Fidinek köszönni. Ez az orsót. Tekerek. Hát ez valami kis vacak lesz, de egy pillanat. Ó, de cuki lesz. Ezt már látom, hogy cuki. Jaj, de kis aranyos. Picike, russja. Sziasztok, további szép. Ja, te itt vagy. Szia. Már nem van, jó. Neked csedve köszönni. Én már beírtam. Ja. Sziasztok. Jó éjszakát, én gyermek. Hello. Hello. Szia. Én is húzok, srácok. Na jó, van, akkor menjen mindenki. Hát nekem is úgy volt egy fél órája, hogy a verseny. Nekem is úgy meg. Jó, na jó van, tényleg megyek. Taikának további jó játékot, neki se sikerült jó játékot. Leálljuk. Igen. Már bejegyek és kiúzom, hogy egy óriási alatt, amit van középen, aztán még én itt dolgomra. Na jó, köszöntöm szépen, sziasztok. Ja, mondjak ki lépek a Discordról, vagy dobjatok ki. Nem tudtak, mert akkor vissza kell megint jönni oda a linkkel. Ja nem, hogy elhúzodok a másik szobába, úgy értem. Ja, jó, áthúzom. De nem kell, most csak altabolni, kiléptem. Sziasztok. Mindenki megy nyugodt. Szia. Na. Alt F4. Megnézzük, hogy mit ér, amit fogtunk. Aztán fogom magam is. Beleteszem az ágyba. Rabancomat is megpróbálok egy picit pihenni. Mert holnap újult erővel kell kezdeni a napot természetesen. Ugye visszateszem a helyre a dolgokat. Megnézzük, hogy mit ér. Ez a pár halacska. Mondjuk adtam el belőle, csak nem emlékszek mennyi, de mindegy is. Fős 3 órán játszok. Hát nem volt olyan túl gazdaságos, mert a 8-900-hez is kéne járnia. Nem tudom, mennyit adtam el az előbb, az a baj. Remélem, a kajdló még akciós. Azt elbírom adni. Pont lejárt a zene, nem baj, most már nem írok újat. Nem jó, pont nem jó, 49-ig, nem 59-ig rosszul emlékeztem. Ez baj. Jó, így fogom hagyni, azt megnézem hátra reggel.
kívánósabb lesz keszeg ügyben, de azért megnézzük. 445, hát nem volt olyan gazdag fogás. Ezt éreztem is mondjuk. Na, nem tudom, itt hatott egy jó 600 körül szerintem értem, amit fogtam ma. Az kicsit soványnak mondható, de egyébként ennek is örülünk. És most már átlítom a lassan, hát semmi is átlítom a 11 ezer ezüstöt. Majdnem fél úton vagyok az olsó felé. Na jó van. Köszönöm szépen akkor, hogy itt voltatok. A figyelmet, a játékot, a szórakozást, meg mindent egyebet. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek és legközelebb is velem tartotok. És jó pihenést vagy. Jó további cselekedetet kívánok mindenkinek, attól függ, mit szeretnétek. És remélem, hogy találkozunk holnap is. Minden jót, sziasztok! Taiga the Gaming Channel.